Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Hat óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánok! Sziasztok! Mindenkinek. Jó reggelt! Sövike. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És csütörtök van, nagyon hűvös, úgyhogy mindenki jól öltöző föl, 7 fokot tudtam mérni. Aztán jó időt mondanak, Ákost hallgattam, de... Aztán lefagyott a telefonon. Aztán megfagyott a kezem, és beletört a jégbe a sluszkulcsom, úgyhogy nagyon hűvös van, nagyon hűvös nagyon, van. Nagyon. Október 1-e van, gyerekek, 7 fok. Igen, tudar az idő. Aztán jó lesz tényleg, tehát jó idő lesz, meleg lesz, de ez most azért így reggel hűvöskedj. A hétvége már rendben lesz. Igen, lehetőleg, igen. Megint lehet lemenni a Velencei tó partjára, vagy Balaton partjára, vagy a Tiszató partjára. Holnap. Mindenhova. Így van. Mindenhova jó idő lesz, 20-akárhány fok, és szikrázó napsütés, de most, aki indul, az készüljön, mert... Így van. Az készüljön, mert hideg van. Jó, ne írjátok meg, hogy Jani különbeszélyeztet van, hiszen a talajmenti fagyok, bla bla bla. Igen. Már megírták, már jött kettő. Ja, megírták, még meg se elsajnítottam. Tényleg megírták? Ja, jó van, na jó van, persze. Nem írták meg. Csak az bántják, akit szeretnek, tudod. Igen. Ne legyünk, persze, nem. Mindenkiben. Egy kicsit tudod, hogy megmarni a másikat, az azért jó, mert könnyebb a reggelet. Tehát mi azért vagyunk egyben áldozat szerepet is betöltünk. Ez igaz, hogy, csak mindenki. Ha attól könnyebb a reggeletek, hogy nekünk ezt megírjátok, akkor hajrá, nincs ezzel baj, nem? Akkor kicsit megcsipkednek, mi attól fölébredünk, és akkor megvan a kémia. Nem, tök igazad van. Megvan a kémia. Szoktak ugye mondani, hogy a csecsemének minden vicc, de én egy 45 éves csecsemé vagyok, én viszonylag sokszor hallottam de már nem ezeket. Neked, de egyszer hallod, ez a talajmenti fagy, úgyhogy veszélyben vagy? Hát csak tényleg ennyiszer lenne 100 000 forintom. Én nem hiszem, hogy együtt dolgoznánk, de senkivel. Tehát, hogy én azért elég jól lennék más saját kis világomban, hogyha csak annyiszor kapnék 100 000 forintot. De ez neki új, nem neked. Ja. Tehát, hogy ő örül neki. Miből gondolja, hogy ez nekem új? Csak egyszer küldjétek el, csak egyszer. Küldjétek, ahányszor csak akarjátok. Csak egyszer egy tényleg egy fokkal szállam. Mi van, balába a keltél? Vagy mi van? Nem, abszolút nem. Oda kult valaki az aluljáróba megint, vagy mi történt? Mert olyan kis morci vagy. Mondhatnám. Morci vagy, úgy még be se köszöntünk, körbe se szimatoltuk egymást, és már morogsz. Nem, az a baj, hogy rossz napod van? Tehát mondhatnám, de gyakorlatilag minden nap jönnék egy ilyen sztorival, persze. Tehát, hogy az, hogy gyakorlatilag... Félrelögtek a péknél, valaki oda gittelt a megállóban, nem volt helyed az 50-es villamoson, olyan más vagy, mint szoktál. Nem, most busszal jöttem, ott volt egy, semmi gond nem volt, tök udvarias. Na, utazó közönség volt, semmi gond nincsen. Fűtés? Most nem voltak annyira pékség, nem lögdösödtek, mert viszont az aluljáró basszus. Hát az aluljáró. Korán reggel, boros üveg összetörve a kellős közepén, kerülőket, cserepeket, a fal mellett végigrakva, sörös doboz, feles. De az legalább szép, hosszú, nem? Tehát, rövid, boros. Aha, igen, gyakorlatilag az oda támasztva, nincs ez a baj. Gyere fölül, ne menj le az aluljáróba. Vág keresztül itt a nagy kereszteződésen fönn. Vagy szállj le máshol. A pékségbe, hogy... Ja, basszus, ez nem jó tényleg. Egy csavar, pizzás! Igen, jó, meg egy sajtos krász. Igen, köszi, itt várok fönn. Jó, adom. Vagy szállj le máshol és sétálj át, az is egy jó megoldás. Hogy átsétálsz, leszállsz, hol mi a következő, nem tudom, megállókat, hogy vagyunk, mi van? Következő és visszasétálsz, és akkor ez egy szebb megálló, megvan a komfortérzeted. De azt mondod, hogy vagy az Ecserénél, vagy a Nagyvárad térnél szállja föl. Nagyvárad, hát Nagyvárad új itt van. Új impulzusok, más szutyok. Igen, más a Nagyvárad térnél. Igen. De jó. Jó. Na, de látod, nekem is írják, szóval nem kell ezt így magadra venni. Decemberben jobban fogsz fázni, Balázs. Ja. Ugye? Hát ez érik. Ez érik. Szebb öröm a kár öröm. Ez érik, gyerekek, decemberben. Úgyhogy igen, a hajvágás. A fogadás december utolsó munkanapján, amit majd kijelölünk, beleállunk, amiben bele kell, és férfiként. Férfiként viseljük. Férfiként próbáljuk viselni, és nem görbül sírásra a szánk, és nem síratjuk. És meg Feri karácsony lesz. Léci, bármit adok, csak gyújts rá, léci. Ami 1 millió jó, 1-2 jó legyen, 2. Léci, ne vágj le hajam. Könyörgök, karácsony, ne alázd meg. Jönnek át a rokonok, nem láttak régen. Cégnél föntről nem jött még valami az RTL-ből? Hogy nem érdekli őket. Hallottuk, hogy most nem érdekli őket. Alakul itt valami. Nem, mert figyelj, hát eleve januárban szerintem pihi van, de nem biztos. Ha megy tovább a műsor 2, hogyha
a műsorvezetői képességei megmaradnak, akkor nekik minden, csak legyek jó. És ha a hajadban van az erőd. Hát na most ez az, mi van, elfelejtek beszélni, elfelejtek, dadogni kezdek, nem ismerem meg a tárokat, és össze-vissza beszélek. Te kezdesz hasonlítani szombat este. Ja nem, mert ha Bencére kezdesz el hasonlítani, akkor magadra kezdesz el hasonlítani. Tehát hát, nagyon nincs. Tulajdonképpen jó van. Annyi, hogyha én letolatom kopaszra, azt számítsatok, hogy a Bence két héten belül rövid hajú lesz. Tehát, hogy, tehát erre azért számítsatok. Hogy, egyébként most jó fej, ő előre megcsinálja. Tessék? A jó fej most előre megcsinálja. Egyébként tényleg most kihúzhatná. Kihúzhatná a méreg fogát. Az hogy nem utólag. Tehát ő november végén lenne. Fáj a derekad nekem? Nem, beállt egy ideg. Nekem is. Hol? Itt. Vese. Nehogy már. Mi a annyi iszom, mint az szimpátia fájás. Együtt fájunk, ha, együtt hát nevetünk. Hát dolgozunk már együtt, igen, ez szimpifájás. Lehet, hogy szimpifájás. Nem lehet kérni ilyen masszázs, munkái masszázs, nem tudjuk elintézni, van úgy, hogy kijönnek. Zsűl, Léci. Nem vár, de azért 5 perces ízelítő, hogy aztán a cég rendelje meg őket többször. Az egy ilyen ízelítő masszázs, az pont olyan, hogy csinálnak is veled valamit, de nem is nagyon, nekem nem? Nekem régi munkahelyemben volt egy nő, minden héten megjelent egy ilyen... Ó, de jó volt ez. Olyan székkel, amire így ilyen hülyén rá kellett félig térdelni. Lyuk volt a közepén. Fél órás masszázs. Ó, az jó, olyan az RTL-be is jött. Lyuk volt a közepén. Milyen magasságban? Hát terék ott, magasság alatt, vagy arc magasságban? Alá is, ment, vagy fölül maradt? Ott is, ahol kérted. Féljetek, nagyon durva egyébként ez az idegbecsüplődés. Nekem egyszer volt, mondjuk nem ez a finom változat, ami nektek, de tényleg, hogyha sok mindent kívánnék nektek, de azt nem. Hogy egyszer jöjjön de, nektek egy ilyen, ez a boszorkány lövés, ez a hexensúsz, ez nekem egyszer volt, onnantól kezdve megmatulsz. Véged van, de hogy nem tudsz semmit csinálni. Te nem hiszed el. Nem tudnék teniszezni. De úgy képzeljétek el, hogy nem, hogy teniszezni nem tudnál semmit csinálni. Engem Móni hordott a hátán ki a WC-re. Ajajajaj! Ez nem van, nem hazudom, hogy megnézném a vikitiségem a 49 kilójával, hogy felkapna engem. Konkrétan felvett a hátára, és így kivitt a WC-re, és így letett. És meddig tartott? Pedig vissza. Nem, miért nem kacsáztad be magad? 3 napig. Hát, mert a... Érted? Van még is csinálva. Nagyot is bele lehet tolni a kacsába. Ne, az már, azt már tényleg mindenek az ajlet volt. Meg azért büszkeség is van a világon, tehát hogy azért 40 évesen kacsázzon már az ember. Borzalmas volt. Tehát nem tudtam egyetlen mozdulatot sem úgy tenni, hogy ne visítottam volna. És mitől múlt el? Nem lehet, az a baj, hogy nem tudsz semmit csinálni. Lehet ilyen izomlazítókat, meg görcsoldot, meg ilyeneket. Nem, hát az injekciózzák, becsípő, az kemény, igen. De semmi. Igazából nem tudsz vele mit kezdeni, csak kipihenni. Uh-huh. Borzalmas. Na gyerekek, már patikai beszélgetésünk. Neked itt fáj, nekem itt fáj, neki becsípődik. Nem, de érdokolak, csak mondom, hogy ez papa. Ez így nagyon kemény, hogy itt meg reggel meg jaj, itt fáj, jaj, de öreg szügar van életben. De mit szedsz arra a becsípődés? Adjál már egy kis diklofenák. Kis diklofenák rémek. Jaj, igen. Ajaj, nagyon jön a savam. Nem idegesíthetem fel magam a savam. Kiújul a fekélyem. Hát, nálunk még érthet. Na de a fiataloknál 38-an. Nem tudom ezt hova tenni, mert a héten többet is sportoltam, és ezt most nem, ez lehet, nem tudom ezt most hova tenni. Lehet, hogy egyszer volt. Egyszer szerveltel, és egyszer visszaadtad? Annál egy kicsit több volt, de hoztuk a kötelezőt. Hoztuk, amit kellett, úgyhogy megnyertük. Gyerekek, nem volt bajom, hétvégén van egy nagyon fontos meccsem. Fogadásosak a meccsek fogadásos. Nem, valamelyik nem, most nem volt fogadásos. Másra játszottam, hétvégén most fogadásos van. Hétvégén most tét meccs van. Úgyhogy ez komoly. Ismerjük az ellenfelet? Nem. Nem ismerjük. Nem. Aha. Tehát miért többi... megváltoztat a nevét? Már nem mert az előzetünk kiállni. Tényleg, de miért? Mi? Djokovic. A Tinderen ismertük meg egymást, és ott választ. A Tinderen. A Tinderen találkoztunk. Igen, vakjátszván vagyunk, találkozunk a teniszpályán majd. Teljesen vakrandi. Vakrandi az egész. Jó van, gondolkozom, hogy mi történt velem nagyon tegnap, hát, de srácok. Semmi igazából, úgyhogy elkezdhetünk SMS-ezni, konferálni, játékot felhívni, minden valakinek valami. Na? Hát van valami, természetesen, ne felejtsük, nem mi történt velünk egy évvel ezelőtt, mert hogy ma van az évfordulója annak, hogy ugye egy picit azért legyünk szerintem nagyon objektívek, ebben semmi öntöményezés nincsen, történelmet kezdett el írni a rádiunk, mert egy évvel ezelőtt indultunk ki, mi, legalábbis Afrikába. Ki, mi, és Kimi. Tényleg. Október 1-én indultunk, Budapest, Frankfurt, nem tudom mi. Johannes Brüt. Johannes Brüt. Szinte egy ilyen kis magángépszerűséggel. Az nagyon jó volt. Október 1-én indultunk. Október 1-én.
cikke. Ti ketten voltatok az előörs, ugye ti, mert ti a tévéműsor miatt mentetek, ti kimentetek, meg a műszaki igazgatónk volt kint talán még előbb, vagy így valahogy. Mi itt maradtunk, és vártuk a híreket, tökre emlékszem, mert előtte te ugye egy kicsit izéltél bennünket, hogy gyerekek, mindannyian meghalunk, de kimegyünk, jó lesz. Tehát higgyetek nekünk, mi már nem akartunk. Fosztosok voltatok, sírtatok, az ebola támadott akkor éppen. Ott ültetek a szerki, hogy nem akarok kimegy, te meg a Laci akarok. Egymást hergeltétek, még dohányoztatok, és így sírtatok. Laci volt a legjobban bekapcsizva, ő konkrétan úgy képzelte a dolgot, hogy minden reggel, amikor kijön a bungalóból, hogy elmenjen kúlni egyet, akkor egy oroszlán támadást kockáztam. Puhák voltatok, és miért győzködnöm kell benneteket, hogy jó lesz, aztán mi volt két hét után, a nyakamba borultatok, és azt mondtátok, bárcsak ne kérem még hazamenni. Arra nem emlékszem, de azt mondtuk, hogy jó volt. Bárcsak lehetne még maradni. Én kimentem, és két napig álltam az épület előtt, és néztem, tehát ott szállja. Tehát, hogy azért nem volt egy rossz szálló. Fú, de jó volt, gyerekek. Az egész hat hét nagyon jó volt. Sűrű volt. Mennyit bulisztam. Fárasztó volt, rettenetesen, de ettől függetlenül. Én volt, hogy nem aludtam, hanem reggel hatig bulisztam, és úgy mentem át a rádió stúdióba. Tehát fél hatkor ért véget a parti a szállodába, 10 percet ledőltem magzatpózba, 3-6-kor fölkeltem, ugye ottani idő szerint 3-7, ugye, és onnan kellett átcsúszogni a rádió stúdióba, ami egy szállodában volt. Hát az... Kis túlzásra csak papucsot kellett húzni reggel felkelés után, és mehetünk a stúdióba. Az lesz, hogy kezdeményezem, hogy jövőre forgassunk celebet. Jó? Jó. Ez jó. Kezdeményezem. Azt mondom, hogy kezdeményezem, hogy itt aludhassunk fönt a magyar nemzetben. Csak le kell egy csaszogni egy papucsban. Figyelj, jó, ha nem is 6 hetet, mert az hosszú lenne család nélkül, de jó 3 hetet azért minden tovább. Uh-huh. Nem? Nem hosszú a 6 hetet szerintem. Legyen 6 hét. Hát csak kibírja valójában csak. Nem, egyébként tényleg a 3 hét az az ideális. A 3 hét az ideális, a 6 az nagyon jó. És a tévézés mellett azért... Igen. Szóval jó volt. Jó volt. Nagyon. De így elment egy év. El. Jaj, a sablek. Hát ott Páko, Páko mondta ezt. Mindent tudtuk hallani. Igen, mikor kérdeztük, hogy mi lesz kint. Ugye, hogy mondja el nekünk, hogy mégis mire számítunk. Hát igen. Egy éve mondogatta nekünk, hogy minek fogunk halni, aztán egyszer csak megjelent egy ládában, és ő is bement a műsorba. Sose felejtem, mert nem tudott bemászni a ládában. Hát, mert ugye az volt, hogy mi betettük a ládába, és levittük ki előadásba nekik a ládát. Emlékszel? Igen, és találgattak, hogy mi van benne. Oroszlán, majom, kaja, fölvették a tetejét, és Páko kiugrott. És a fél tábor lefagyott. A Bárdos sose láttam annyira magába, készen. Igen, már az műsor volt, ahogy a Bárdos kinézett. Mármint a feje, amikor meglátta a Pákot. De jó volt. Na, az jó volt. Igen. Úgyhogy ez egy jó időszak volt. Hát, reméljük, hogy jövőre tudunk menni. Igen. Na, gyorsan egy két SMS, nem Afrika volt kemény, te vagy csicska. Imádtam a műsort. Jézé, küldte nekünk, köszönjük szépen. Minek fogtok halni? Pont egy éve volt, köszönjük szépen. Igen, hát ez egy éve volt, és jó is volt. Jani, a derék becsípődése van egy tuti tippje. Hívjatok, elmondom. Doki küldte nekünk. No csak Feri, itt is, meg ott is van egy ikertesod, aki most Nóránál van. Kinél? Nem tudom, ki a Nóra. Milyen Nóra? Szívesen vagyok. Vannak olyan Nórák, akikkel szívesen sok vagyok. Sok Nóra van, igen. Biztos van valami Szili Nórás ismétlés. Szili Nóra még forgat, igen? De a régi adásokat is ismételnek. Azt hiszem 8 éve volt nála. Akkor a Szili, kedvelem őt. Vagy még. Én időként, igen. Előfordulsz te is, hogy 10 éve voltál. Én hogy hívják, hogy részenként, 5 percenként nézem meg a veled készült interjút, már láttam így is kétszer. De hol adja Prizma, vagy mi? RTL 2, RTL Plus? Követhetetlen. Az. Mert jó sikerült anyagok valószínűleg ezért, és akkor így forgatják. Igen. Májó, morning show. Páko után szabadon. Ez Zoli küldte. Jó. Megvannak ezek még ebben a gében? Na majd akkor már csinálunk egy ilyen retro napot. Már ebből a szemben, hogy belehallgatunk ezekbe. De jó. Egyébként tényleg basszus, egyre többet beszélünk róla, és egyre jobban rájöttem én. Az nagyon szerettem az egészet. Pedig ott azért voltak nehéz pillanatok. Voltak nehéz pillanatok, voltak holtpontok, voltak nagy pillanatok, de nagyon kemény 6 hét volt. Reggel, rádió, este, műsor, délután, bátorságpróbánk, forgatás, de valahogy mégis az egész annyira felszabadult volt, szabad is. Kikerültél ebből a megszokott mozdulat, megszokott kerékvágás és megszokott mindenből, teljesen idegen világ, idegen kultúra, és fú, zseniális szerettem. Volt, emlékszem. Zsülelemennyit jártunk a mosodába, milyen akciók voltak, Nelsprit is párban.
Ez a csoki torta, a kis, mi volt ez a piros étterem? Mondhatjuk, mert nincs itthon. Basszus. Véletűs, nem volt, nem igen. Dendiz volt, az egyik. Vinki. Nem. Ezt most csak kitaláltam. Marha érdekes volt, mert egy hallgatónk, aki volt már Dél-Afrikában, már akkor ajánlott, amikor még a kanyarban nem voltak, hogy menjünk el, és mindenképpen. Vimpi. Vimpi. Vimpi csoki tortája. A dél-afrikai McDonald's volt tulajdonképpen, egy gyors étterem hálózat. Gyerekek, olyan csoki tortával, hogy én nem hittem el, és egy hét kellett, mire Jani rábeszélt, hogy tényleg kóstoljam meg, de és aztán meg odajártam. Vált az ember. Zsenió. 5 hét után jöttem rá, hogy már nagyon magányos vagyok, mikor egyedül csoki tortáztam. A Vimpiben akkor jöttem rá, hogy na most már nagyon jelzik nagy a feleségem, most nagyon jelzik a családom, mert már egyedül jártam már csoki tortára, tudod, hogy legyen illúzió, egy kis miatt már 2 villával kérted, mintha lennott még valaki. Igen, tehát ott jöttem rá, hogy na most azért jó, nagyokat bulisztunk, brutál partik voltak, de jó lesz hazamenni, igen, mikor az 5. hét után már egyedül csoki tortáztam. Na, azt mondja, hogy megmutatjuk, mivel foglalkoztunk tegnap. Meg se köszöntétek, drága hallgatók, meg se köszöntétek. Nem látok, köszönöm SMS-eket, hogy visszatettük az ismétlést 6 óra elé. Hát egy ország akar bennünket meglincselni, amikor ezt kivettük. És sehol egy köszi, hogy újra, hogy jó volt, hogy végre, hogy drágák vagytok. Még nem hogy, tudják fölfogni. Tényleg velünk foglalkoztok? Mindig az örömkönnyeket törölgetik, de majd megírják. Mert nagyon sokan írtak. Hogy tegyük vissza, ők arra kellnek 17:30, és ezt most megkapták, egy hosszabb ismétlés volt 3:45, úgyhogy... Elintézted, visszaraktuk Vissza, tettük, hát nem ilyen, hát ez egy közös döntés volt, illetve hallgatói nyomás, úgyhogy engedtünk neki. Na, tegnap felhívtuk Bodi Margot, aki egy tündér volt, elmondta, hogy ugye, hát az ő ura félreléphet, persze nem minden nap mindenhogyan, de ő megbocsátja ezt a dolgot, és nekünk ez egy jó témaindító volt, hogy vele beszélgettünk, hogy mégis hogy gondolja, adjon tippet a nőknek, egy okos nő hogy tud megbocsátani. Én azt hittem, hogy mindent tudok az alkalmi sütizésről, de nem. Kiderült, hogy Margo sokkal többet tud róla. Bizonyám, az alkalmi sütizésről, ahogy ő ugye a csajozást hívta, és elmondta, hogy hát Guszti azért néha alkalmi sütizett, de egy jó asszonynak ezt tudni kell megbocsátani, és ha ő örül annak, hogy Guszti boldog, akkor nem lehet arra írni, hogy ő másról az az ő boldogsága is. Igen, és ez nekünk egy jó téma indító volt, arról beszélgettünk, hogy mit csinálnánk akkor, ha megtudnánk, hogy a párunk megcsal, mi az, ami válók, szakítasz, nem szakítasz, mi számít megcsalásnak, egyáltalán belefér-e az, hogy az ember egyszer hülyeséget csinál és félrelép. És sokat beszélgettetek még otthon ezután, az anyag után? Én nem is tudom, mi volt ebben. Nem. A Bicsi minden napján hallgatja az elméleteimet, de már nem fárasztottam ezzel tegnap, hogy mi számítanak, és miért nem az is, és miért gondolkodnak máshogy a nők, de minimum maradjak csöndben, és mosogassak el. Úgyhogy abszolút megvan. Menj olvasni a gyereknek egy mesét, mosogass el. Jó, ne itt okoskodj, erre vidd a fürdőt, és meg a Noelt, és akkor megyek, és teszem a dolgokat. Ne zörögj, mert aludni. Igen, körülbelül ez a leosztás, úgyhogy teszem, amit tennem kell. Na meghallgatjuk, mi történt tegnap Margóval, aztán jövünk vissza. Kilenc perc múlva pontosan 7 óra, szép reggelt, mindenkinek itt vagyunk. Jó reggelt, egy jó kis Rihanna után már bele is vágunk. Debrecen, Vámos, Pérci út, Trafi, Patrik 11 küldte nekünk, az M2-esen most tekert fel egy kerékpáros, a Fóti. Nem már. A Fóti lehajtónál. Mert arra van dolga. Váci irányába, Jóci küldte nekünk. Nem mész fel az autópályára biciklivel. Nem szerencsés. Mérnek a rendőrök az M1-es autópályán az Ausztria felé a 88-as kilométernél a felüljáróról. Aztán azt nézem még, hogy igen, rengetegen megköszönték. Drágák vagytok, észrevettétek a 6 óra előtti ismétlés visszakerült, úgyhogy aki hiányolta, hallgasson minket 6 előtt, mert van ismétlés újra, hogy könnyebb legyen nektek felkelni. M0-ás M1-es felé elesett, a sor vége a Maglódi kihajtónál, Lapka Kupec küldte nekünk, és a Miskolcra jövő skacokat mérik, de nem centit használ, a kertész Laller írta nekünk, hogy a 26-os úton van egy trafi, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon. Király, hogy újra van ismétlés, az ország legnagyobb császárai vagytok, imádom a műsorotokat, 10 biztos, hogy jó a napom, ezt Roni küldte nekünk. Köszönjük szépen! Bali-Afrikában egyedül csoki tortáztál, eljjelj, Viki tudott a sütizgetésről. 5 hét után a jó magyar kürtös kalácsot pótolni kellett egy kis csoki tortával. Tudott róla, mert én folyamatosan írtam neki. Jani folyamatosan jelentett ilyen. Na, hogy állunk játéka? Jó. 3-0. 3-0-ra megyünk? Jó. Jól van, megnézzük akkor ki a 7 utolsó előtti játékosa.
verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, Feri bácsi. Jó reggelt, Jani bácsi. Szevasz, kiskopasz. Majd a végén rögjé. Uha, itt keménység van. Fekeszíj magunkat. Keménység van. Hello, hogy hívnak? Szilárd vagyok, Pápáról. Hello, Szilárd, Pápáról. Szilárd, kivel szeretné játszani? Jani bácsival. Köszönöm szépen. Jani bácsival. Ne köszönöm, a végén sírni fog. Ja. De jó, ki az Isten vagy te? Már ne haragudj. Ki ez az ember? Szilárd, kik vannak körülötted? Munkatársaim. Mit csinálsz, milyen foglalkozó? Asztalosként dolgozok. Asztalosként dolgozok. Jó. Gályázok, én bérért. Tessék? Gályázok, én bérért. Nem úgy, mint te. Gályázok. Ú, még van egy kis értettség is. Nem tudom, mennyit keresek, de biztos rakság. Nem én mondtam, hogy legyél asztalos. Ez a te döntésed volt. Ugye? Na, indíthatjuk az órát? Hát. Ahogy gondoljátok, minél előbb elkezditek, annál előbb végetek van. Ajajajajaj. Na, indítjuk az órát. Jó? 3, 2, 1, és tessék. Jaj, Szilárd. Asztalos vagy, ugye? Azt mondtad. Így van, jó hallottad. Asztalos. Fával dolgozom? Is. És még? Meg butollappal. Nincs ez szükséged valamire? Konyhaszoba butoll, háromszoba nappali fölött, a belőszoba, írra butoll, könnyes volt. Van még a kínálatban valami? Ha, ezeket lehet fogalmaztál, majd meglátod. Uh-huh. Figyelj, a farost az a papundekli? Még egyszer? A farost az a papundekli? Azt hívják papundeklinek? Tököm tudja. Úgy, de maga biztos vagy. Faros lemez. Faros lemezzel is dolgoztam? Persze, természetesen. Azon a szekrénynek a hátulján. A szekrénynek a hátulján? Így van. Mi van, be akarsz húzni a csőbe, kisgyerek? Mennyi idős vagy? 36. Akkor te vagy kisgyerek inkább, hozzám képes. Jó, van, akkor most minek hívjál a papának? Hát, srácok, kemény ez a srác. Ez van. Nem tudtuk megfogni. De várjál, ne álljatok le, adok még lehetőséget. De lejárt az egy perc. Jó, hát most az tök mindegy. Hát ez egy percig szól. Dupla vagy semmi. Nem. Inkább küldök két ajándékcsomagot, persze. De annyira idegesítő vagyok. Na, figyeljetek, adok még egy lehetőséget. Jó, hogy mostan Feri bácsi. Közben a kisgyerekek lesz még 2 percre felkészülni, jó? Javítsunk ezen a hallgatóság meg a ti arányotokon. Egy percig szól a játék, úgyhogy nem tudunk játszani, meg nekünk ilyen kötelező reklámaim, meg híreink van. Nem, minden nagyon oké, csak minden többet beszélsz. Hát itt a lehetőség, hogy megalázhatok. Nem akarunk. Mi nem így játsszuk ezt a játékot, mi nem akarunk. Nem akarunk megalázni. Figyelj, akkor egyetünk meg abból, hogy játszunk még 2-t, aztán elbukom, akkor én küldök nektek ajándékot. Jó. Valamikor még visszahívunk és játszunk. Jó? Hát ne szorok mindjárt viszont. Na, még egyet. Jó. Küldjük az ajándékcsomagot neked. Rendben, köszönöm, srácok. Köszi. Várj, még egy kérdés. Nem lehet azon, amikor a fogadást ugye megkötöttétek, hogy decemberben én toljam le a hajadat esetleg? Hát erre nincs lehetőség. Vannak jelentkezők, akik ezt szívesen megtennék. Itt a stúdióban is legalább 2, úgyhogy... Ó, de én még röhögném az egészet, és örömmel csinálnám, komolyan mondom. Hallgass minket, és akkor fogod hallgatni. Jó? Rendben, köszönöm. Köszi a játékot, ciao. Hello. Mennyi most az állás? 3-1 ide. 3-1. Jól van. Engedjük el. Hát 4 perc, pontosan 7 óra. Jövünk a hírek után, és egy érdekes témánk lesz, mert hogy kiderült az iráni női labdarúgó válogatottról, hogy évek óta férfiak fociznak benne. Hát a hír önmagában szerintem szenzációs. 8 játékosa is férfi volt az iráni női labdarúgó válogatottnak. Óriási. Hát azért ez nagy császárok ők, hogy ezt megmerték tenni. Megpróbáljuk elképzelni, hogy hogy történt, mi van az öltözőben, kikért föl, kit beépültek, tudott-e róla a többi nő, maguktól mentek, nőnek átszázták magukat. Hát rengeteg kérdés van. Hát. Mindenesetre, ha csak a fotót megnézzük, majd feltesszük a Facebookra, lehet látni, hogy azért itt már előbb lehetett volna kérdéseket feltenni. Állítólag évek óta ez zajlik. 8 férfi játékos az iráni válogatottban, úgyhogy megbeszéljük majd a részleteket. Ákos, hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani.
Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Itt vagyunk 7 óra után pontosan. 10 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, csütörtök van, és indul a reggel, sőt, mi több, hát sok helyen már elindult, ahogy látjuk, az SMS-ekből hűvös van. Mindenki öltözzön föl jól, és igen. Aztán utána vetközöl le, mert hogy napközben viszont baromi meleg lesz, és ez egy kicsit nehéz, hogy reggel a gyereket szét öltözteted ruhával, mire beér az óvodába, iskolába megizzad, ott rohangál, melege van, leveszi, aztán kimegy, ott jó idő van, de délután megint hűvös van, szóval ezt utálom a legjobban. Nagyon jók a kilátások egyébként. Igen? Egész napra, meg egész hétre. Leszámítva mindenki fel a rácsokat, de már most már süt. Már süt. Már kicsit. Gyakorlatilag napfénybe gurult a Groupon Arena velünk szemben. Ó, jó, hát az mindig világít. Hát, ó, de szép. A szellem és a lélek. Az mindig. Ez a kettő. A szellem és a lélek, igen, ahogy mondod. Az mindig világít. De tényleg, szóval, hogy ez egy nehéz időjárás most így, minden is azt kell nézni, hogy jó idő. Jó idő van. És jó idő is lesz. Egész héten, sőt hétvégén 23 fok. Hát ez, mindig úgy megyünk neki, hogy az utolsó sugarak. Most tényleg, most elbúcsúztatjuk ünnepélyesen. Október elején ez most tényleg ajándéknak számít, nem? Úgy, örüljünk minden egyes pillanatnak, így egyes percnek. Nem biztos, hogy annyira tele vagyunk mondjuk endorfinnal, örömmel és életigenléssel és szeretettel, mint Tóth Gábor, aki ebben a pillanatban valószínűleg az amarántos kis kölesét kevergeti a stelázsi mellett. Hát jön majd, elmondja. Most ebben a pillanatban szerintem lehet, hogy ezt csinálja. Vagy már nyomja a fekvő támaszait. Igen? Mind a 12. Már fekvőzik, de ha már lehet egyébként. Jön majd, elmondjam. Egy érdekes dologra kértem, hogy készüljön, mert italokról még soha nem beszéltünk, és a kávéról is megosztanak a vélemények, a vörösborról is, a borról is, a sörről. Egy csomó minden van, amiről kevesebbet beszélünk. Hát, és most azt kértem, hogy ebből készüljön, hogy én például naponta 2 kávét iszom, van, aki azt mondja, hogy baromi jó, és jót tesz az agynak, és sokáig élsz, valaki azt mondja, ha kávéző, megdög lesz. Én már nem tudom, hogy az igazság. 2 havonta olvasod ugyanarról az italról egyrészt, hogy jó, mert hogy jót tesz ennek, meg annak a szervnek. Aztán 2 hónap múlva azt olvasod, hogy nem felejtsétek el, mert rákot okoz pölö. Nehéz vörösbornál és kávénál is. Vörösborról nem mondanak. Ja, jó, persze. Arról nem. Nagyon. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak hallgatóink, hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy csak egy kicsit frissítek, ilyenkor állok meg mindig. Nézem, hogy van-e valami. Trafipax Nyíregyháza határán, illetve pontosabban Nyíregyházán belül a Tiszavasvári úton Anita küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hűvös nyáron van Balázs, hűvös nyáron van a fa alatt, most hideg van medve. Ez micsoda? Ezt én látom. Hűvös, amikor azt mondod, hogy nagyon hűvös a reggel, azt ő arra érti, hogy hűvös akkor van, amikor 30 fok van kint, és te a fa alá beülsz. Ja, rá, az a ja, 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 ja. Ez a hideg. Ja, most értettem, igen. Én vagyok a hülye, nem a hallgató, ezt valóban, én nem értettem. Az M1-es autópályán Győr felé, az 59-es szelvény körül egy kutyus sétálgat a leállósávon. Csilla és Péter küldte nekünk. A Böszörményi pihenőnél mérik az autósok sebességét Budapest felé, az M35-ösön, köszönjük szépen, aztán a 6-os út Szigetvár tábla előtt Pécs irányából Máté Bence követői lesből lövik a drága fotókat a palimadarakról, széna a WC papír árus küldte nekünk, valamint Karambola 4-esen Szolnoknál hatalmas dugó Debrecen felől. Láttátok azt a videót, hogy 3 ember sast röptet? Tegnap kaptam. Hogy miért nem szabad autópálya mellett sast röptetni? Jaj, szegény. Már, jaj, nem láttam. Az a vége, amit gondolsz. Az a vége, amit gondolsz. Leoldják a madarat, ott ül gyönyörű, brutál nagy, gyönyörű madár, leveszik a fejéről a kis sipkát, madár elkezd nézelődni, eloldozzák, és majd repül. Madár tesz egy kört, berepül az autópálya fölé, és úgy, ahogy van, szembe egy kamionnak. És a tulaj látszik, hogy elsírja magát, de úgy, akkor feltesszük a videót, majd egy ilyen 10 másodperces videó. Konkrétan látod nem rajta, szegény, hogy... egy hülye barom. Hát, egy hülye jó, állat. Hát, az gondoltam, hogy kikerüli. A videó cím is, hogy miért ne repültessünk, ugye, madarat, autópálya mellett. Oh, úgy, ahogy van, ilyen 100 km per órával a madár az neki szalad egy brutális nagy, nem tudom, Volvo kamionnak. És utána mutatják a tulajdonosokat, az egyik pasi az így összegörnyed, fogja a fejét, rosszul lesz, fogják a kezét, vigasztalják. Igazi barom. Szegény madár. De hogy tényleg 50 méter az autópályától, hogy ezt így nekik szerencsét nem mondták ki, hogy tesó, van egy ilyen madarad, sólyom, brutál durva, úgy repül, ahogy senki, és a szaudarábiai sejkek meg akarják hát majd tőled venni. Millió dolláros egy ilyen. Brutál, drága, elenged,
tesz egy kört, és azt már látod, hogy nem lehet belőle jól kijönni. Tehát látod, hogy a madar alacsonyan repül, és olyan ívben repül visszafelé az autópályára, hogy vár. Nem látod, hogy hol, aztán esik le, hogy autópálya, nem olvastam le a címet, én vonatot vártam, hogy befut a, hogy berepül a vonat elé. Kész. Csak ennyi volt. Szerencsétlen. De hogy? De hogy? Idióta gazdája. Képzeld el a kamionost. Hát, azért mész 80-nak, és jön szembe 120-a, vagy nem tudom mennyivel, megy egy sas, vagy sólyom, vagy mi ez. Gyorsan, gyorsan, gyorsan megy. Lefagyott az autóm ablaka, nem már, írja valaki. Hát, igen, igen. Korainak érzem, de lehet benne. Valami valaki írt 2 fokot is ma reggelről, mert te mondtad, hogy te hetet mértél. Csipős. De hogy 2 fok is. Na, majd Ákos, majd jön, ez nagyon magas labda neki, majd jön az ország leghidegebb pontja a településére. Már halljuk majd, igen. Halljuk majd. Na, biztos sokan olvastátok azt a hírt, vagy talán eljutott néhányatok, az mi nagyon szeretjük, az iráni futball válogatottról, és hát szenzációs, az is szenzációs, hogy pont Iránban történik ez a dolog, mégpedig ugye, hát kiderült az iráni foci válogatottról, hogy erős a gyanú, így fogalmaznak sokan, hogy az iráni női futball válogatott több tagja is férfi volt. Férfiak voltak az iráni női futball válogatott tagjai. És ez az egyik szövetség egyik tisztviselője vallotta be egy interjúban, és ő azt mondja, hogy az iráni válogatott 8 játékosa nem esett át nem váltó műtéten, részleteket nem közölt, nem lehet tudni, hogy hányan voltak férfiak, de hogy nem arról van szó, hogy férfiak, akik nők lettek, hanem hogy valódi férfiak vannak az iráni női futballválogatottban. Szóval egy kapusról. Hát mindent az eredményességét. Akit 2010-ben nem vizsgálatnak vetettek alá, és csak Tájföldön csinálnak több nem váltó műtétet egyébként, mint Iránban. Aha, de ők nem váltottak műtétet, ugye? Igen, tehát nem. Ők férfiként maradtak, nem váltottak nem váltó műtétet, vagy ezt nem csináltak meg. Tehát ugyanúgy hapsik voltak, most nyilván a többiek tudták, ugye, akik viszont rendesen nők a csapatban. Nem vagyok benne biztos. De jó, nem hát vagyok benne biztos. Hogy zajlik ez? Hát tusoló van, haló. Hát igen, tehát itt nagyon sok kérdés van, ugye, hogy ez hogy zajlik, meg hogy épülnek be. Egyáltalán ki találja ki? Tehát a szövetségi kapitány azt mondja, hogy oké, vagytok 4-en csajok, nem vagytok túl jók, 8 pasi. Legyen 8 pasi. 11 plusz 1. Legyünk meg. Hogy zajlik ez? Ki találja ki? Ki az ötletgazda? Hogy épülnek be a férfiak a nők közé? Hát itt nagyon sok kérdés van. Hát ti 6-an, meg ti 5-en, Yusuf. A férfiaktól hát vették át őket? Egyáltalán nem biztos, érted, hogy ott van annyi hölgy, aki ért a labdarúgáshoz, és gondolom az eredményességnek rendelnek alá mindent. És lehet, hogy még nem volt nem váltó műtét, de már gondolkodtak rajta. Érted, még előtte voltak. Őket már zavarta a saját identitásuk. Ők már nőknek érezték magukat, annak ellenére, hogy olyan járomcsontjuk volt, mint mondjuk Arnold Schwarzenegger. Hát figyelj, itt a fotókat azért, ha megnézed, ő itt jobb alul. Hát azért... Ő egy segédedző. Róla nehéz elképzelni, hogy nő. Igen. Egyébként a nagy részéről igen. A férfiakról is, de most azért... Ők futcát játszanak, tehát én megnéztem ezeket a felvételeket, hát de semmi közük a női játékosokhoz, semmi. Uh-huh. Tehát ahogy mozognak, ahogy futnak, ahogy lövik a gólokat, amilyen sebességgel... Még a műfőben is csuláznak, vakarják a töküket. Tehát amilyen sebességgel futnak, és amilyen erővel lőnek, én nem azt gondolom, hogy egy nő nem tud így játszani, de ez nem női futball. Tehát aki kicsit is ért a focihoz, és lát egy ilyen közvetítést, az észreveszi, hogy ezek biztos, hogy nem nők. Büntető rugásnál például ugye sorfalat kell állni. Uh-huh. Férfiak mit csinálnak? Fogod az acsit, hogy nehogy eltalálják. A nők. Hölgyek mit csinálnak? Fogják a mellőket. Igen, na, és akkor van a csapatból 2. Megvagytok, mondta az ellenőr. Megvagytok. Megvagytok ott már. Ugye? Azt a 3-at majd, jó, utána szűrésre. De tényleg hogy van ez? Hát a nők valószínűleg tudtak erről. És azt mondták, hogy oké, kaptok egy külön öltözőt, hallgassatok róla, segítsétek a fiúkat, gyors passzjátékkal próbáljátok felvenni a tempót, figyeljétek a passzokat, és próbáljátok meg követni. Ahogy a visszajövőben is elhangzott, mikor Marty McFly, ugye, felmegy a színpadra, és zenélik ezt. És külön öltözőben átöltöztek a pasik, vagy együtt öltöztek, indultak el, szerintem, vagy a csajok se tudták, hogy köztünk vannak pasik, mert ugye hát ebben a kis csadorféleségben játszik az iráni válogatott, tehát nem látod a fejeket. Mindenki el van takarva. Együtt öltöztek, csak a srácok háttal.
lehet. Na jó, de hát akkor is egy jó szőrös fenék, és csak kivillan, egy ne? Egy jó szőrös hát. Most kezdjük ott, hogy mi van, hogyha ugye Iránban elindult ez a sport, az a női foci, és összeraktak egy női csapatot, 11 igen. nőből, és rájöttek, hogy nem megy, nem jó. Uh-huh. 6 nőt mivel bocsájtasz el, hogy ott az a 4, azért tartsuk meg, de fölveszünk 6. Hosszú a kispad. Igen? Mm, tehát megtartották, de fölvettek 6 pasit is. Helyette vannak mások. De mi van, hogyha itt gyakorlatilag arról van szó, hogy mondjuk az ő vallási szokásaik szerint a hölgyek azért így az uraik nélkül, ulaik és parancsolóik nélkül nem nagyon mehetnek sehova. Mi van, hogyha a fél csapat nő, a másik fele pedig a férjei? A férjeik. Ez az, hogy oké, te futballozni se futballozhatsz, akkor beépülünk. Beépülünk hozzátok. De azért nem értem, miért fontos a nem váltó műtét. Hát ha átesik valaki egy nem váltó műtéte, és mondjuk férfiből nő lesz, attól ő még férfi marad, tehát a kromoszómája, a DNS-e, az ugyanúgy egy szex vizsgálat, ugye kimutatja azt, hogy neked mi a nemed. Tehát ez miért jó az, hogy vannak férfiak, akik egyébként nővé operáltatják magukat, és azt mondják, nem, ezek igazi férfiak, nem ástek át nem váltom műtétet. Miért, ha átesnek, akkor lehet? Tehát én férfi vagyok, megműtöm magam, én nő vagyok, de én férfi vagyok. Hát a súly emelők se indulhatnak el, ha átment, műtik magukat, azért mert attól nem férfi vagy. De nincs bukta, tehát hogy amíg hormonvizsgálatig nincs bukta, érted? Tehát, hogy na jó, de hát ha behívnak téged úgy, egy olyan vizsgálatot, azért kiderül, hogy te egy átműtött nő lettél, de férfi voltál. Hát az ugyanúgy kizáró ok, nem? Most nekem kukim van, de nuním lesz, akkor én elindulhatok utána női ágakba? Simán. Igen? Hát persze. Szerintem meg is éri egyébként. Hát akkor ezt kell csinálni, gyerekek. Uh-huh. Ez a jövő. Megtalálni, miben vagyunk jók, miben gyengébek sokkal a nők. Átműteted magad? Így. És megvan a sporták, amiben világbajnok lehet. Utána, hogy mondjuk a katari olimpiai válogatottnak. Vagy olimpiai tímnek. Mennyi lehet az összéves keresete? Hát azért ők már megéri szerintem. Abból. 20 centivel kevesebbnek lenni, vagy 16-tal, vagy 10-zel. De egyébként a logikáját sem értem, tehát én jól focizom, akkor miért nem maradok férfi, miért akarok nő lenni? Mert annyira de, nem focizol jól, de hát hogy a férfi válogatottban mondjuk játékos. Aha, tehát gyenge vagyok, de még mindig kiemelkedő közepes vagyok vagy nőként, mondjuk. Mint férfiként, igen. Egyébként egy nagyon középszerű válogatottban. Így van. Uh-huh. Tehát te valószínűleg mitén válogatott leszel, férfiként lehet, hogy még a válogatottba se jutsz el. Valamelyik városi csapatban te vagy az ász. Így viszont hülyére verünk mindenkit. Így viszont gyereke megvan, és az jó pénzzel jár, ott a hírnév. Na most képzeld el, amikor én cselezem veled, és te nő vagy, és te hozzám érsz, ráfogsz, feltűnik neked, és így futsz utánam a pályán, és kérdezgetsz, hogy haló, és én meg szaladok egy kis csadorban, Leila, nagyon elváltoztatott hangon. Nem én vagyok. Tehát ott azért zajlanak párbeszédek. Van fél idő, a bíró oda hív, elmondja neked, hogy ne szabálytalankodj. Hát hogy? Igen, mester. Igen, rendben van, nem csinálok semmit, értettem. Tehát eljátszod, hogy te nő vagy, és nőként viselkedsz? Vagy köpködsz, káromkodsz, és ugyanúgy hát csinálod. A csak... reflexek azok működnek, tehát hogyha most az iráni másodosztályból igazoltál át egy nem váltó műtét segítségével a női válogatottba, vagy a női első osztályba, akkor azért a reflexek ideig működnek, megy a kányázás, a köpködés, a tök vakarás. És a másik legkönnyebb vagy erről leszoktatnak? Hát. Tehát van egy felkészítő tábla, azt mondja, srácok? Szépen lassan. Oké. Akkor ti most nők vagytok? Nézd. Nincs tökvakarás. Nézd. Nincs köpködés, csajok vagytok. Figyelj, Ali. Bocs, Leila. Az a helyzet, hogy most már nem a férfiaknál játszol. Jó? Tehát próbálj meg hozzászokni, hogy itt sokkal puhább, sokkal lágyabbnak, sokkal szeretőbbnek kell lenni. Nem lehet a másikat lebólintani a kezdővonalnál, nem lehet lerúgni, nem lehet csúnyán szerelni. Igen, nincs ilyen, és ezt nem ér megcsinálni, nem ér ilyet csinálni. Hát ez érdekes dolog. Egyébként vannak olyan reflexek, amiket nem lehet kiírtani. Most képzeld el, futsz a pályán, és valaki kap egy labdát, és azt nagy erővel előre ível, és te pont benne vagy. Ott automatikusan is izéthez nyúlsz, hogy ne találják. Jó, hát el. És erre ott akkor mit mondanak? Azt hogy neveled ki belőle? Áramot vezetsz a deréktájra, hogy ne fogja meg, vagy mi? Nálunk nem lehet az ellenkezőt megcsinálni? Tehát azt mondjuk, hogy oké, a magyar válogatott tudjuk, hogy milyen szinten van. Tehát a hajukkal legalább annyit foglalkoznak, mint egy nővel, legalább annyi zselé van a hajukban, legalább annyira sokat szépítkeznek a tükörön, mert kifognak. Egy-két jól focizó nőt nem tudunk berakni a férfi válogatottba, és pont az ellenkezőjét úgy elsütni, hogy mondjuk nálunk ez jól működjön. Hát azért itt is vannak olyan lányok, fiúk, akikről nem mondod meg így első ránézésre, mert annyira metroszexuális, hogy berakunk egy-két nőt, jól focizó nőt a válogatottba. Pasinak álcázzuk őket, és kiderül, hogy a magyar válogatott főjön a 70. helyről, mint a világrang is, amikor a 40. helyre, vagy az 50. helyre. Nem állok egyébként. Alkatilag beférne egyébként egy-egy csaj a magyar válogatottba. Kicsik, vékonyak, cingárak, zselézet hajóak. Nem?
A magyar női labdarúgó válogatott jelenleg a 38. helyen áll a FIFA. Hát rosszabban, ez nem olyan rossz. Megtaláljuk a legtehetségesebbeket, és beépítjük a férfi válogatottba, rajzolunk rájuk borostát, kicsit kisminkeljük őket, lenyomjuk a mellüket, és lehet egyébként, kivel játszunk most? Én nem tudom, hogy milyen meccseink vannak még egyébként, Feröer-szigetek, mit tudom én, Románia, nem tudom, hogy állunk. Hogy, ez egy jó felkészülési meccs lesz. Figyelj, az van, hogy most előrébb áll a férfi válogatott, mint nem a női. Áll. Igen. Hanyadikok vagyunk. 31-ek vagyunk elviekben. Wikipédia, tehát nem 100%, ja. de jobban állunk most. Jobban állnak a nők, mint a pasik, jobban, azt mondod? Jobban, tehát én azt gondolom, hogy de azért posztra igazolhatnánk. Egyébként komolyan most, én tényleg elgondolkoztam azon, hogy kicsit megnöveztem a hajam, miután le kellett vágatnom kopaszra. Berakok két brutál sárga dinnyét, vagy nem tudom, csőra veszek egy push-upos melltartót, és elindulok a gároszon. Szerenáig meg se állsz. Elindulok úgy a gároszon, hogy játszom ilyen future versenyeket, felhozót, mindenfélét, ami kell, és megpróbálok följutni férfiként a főtáblára. Úgy, hogy nőnek álcázom magam. Jó. Figyelj, nem rossz. Figyelj, ha egy második hely, sőt, verjen meg a két Williams. Mindenki az a durva, hogy az első százban mindegyik nő agyon verne. Tehát a Williams az 206-tal szerve, hát ő egy férfi. Na ő megint kérdéses egyébként hogy a Serena, hogy nincs ott kuki. Mert szerintem ott már a sok növekedési hormontól Serenánál kuki van. Ebben egyébként nem biztos vagyok. Ő a férfi zuhanyzóba megy a Wimbledon után. Uh-huh. Ezt tudni. Nem tudnék elindulni nőként? De. Hülyeség? De csak mondjuk félő, hogy mondjuk már az első meccset után mögé csöndölő, nem Martina Navratilova. Martina Navratilova bejönne a női öltözőbe, nem lenne baj. Hát megoldanám a helyzetet. Szabban, bemennék és kicsit, pipiskednék, ott lenne a Penetta, meg a, mit tudom, a Cibulkova, meg a Williams, és ott a zuhanyzásnál, hát... Megmoshatom a hátat, a zuhanyzásnál baj van. Nem, én szégyenlősök, nem vetköznék le. Mondjuk akkor még a mellemet azért megkérdezem. Egy ilyen fürdőnadrágban, tehát fölsőbe, bikini fölsőben lennék. Nem az nem rossz. Az működik. És egy picit bíznám benne, hogy még Ivanovics fog bejönni, és ehelyett pedig bejön Serena. Igen, bejönne Anna Ivanov, hogyha helyette bejönne. Szia, új vagy itt. Ez a tetus fürdő. Hogy csak olyan. Mrs. Williams, nagyon örülök, hogy szia. Én mindig egy közös masszírozásra melegítek az elődöntőre. Velem tartasz. És itt tudod, hogy szépen elkezdenek mozogni, aztán pedig lepotyogni a falról a csempét hangjától. Igen, és a Cibulkova állna az öltözet, és mondaná, hogy nincs bejárat. Most senki nem megy be. Serena talált egy új csemegét magának. Most egy kicsit felkészül. Stop, beavatás folyik be. Igen, és a Garosz öltözőjébe nőként elindulva brutális beavatás. Ulyan kislány a VTA-ban. Nagyon jön föl, már az első százban van. Meg kell vizsgálni, mitől ennyire jó. Na. Serena mintát vesz. Komolyan mondom, hogy női focistát akarok a férfi válogatottba. Tehát látom én a magyar csajokat focizni, küzdenek, jól fociznak, férfiakat meghazudtolva cseleznek. Fel kell turbozni a magyar férfi válogatottat egy-két nővel. És meg kell nézni, hogy, igen, hogy mire jutunk. Csak kérdés, hogy ők mondjuk benne lennének-e ebben a cserében. Most néztem a női válogatott eredménylistáját, Pádár Anita nagyon szépen szerepel, 106 mérkőzésen 37 gól. Nem biztos, hogy lenne kedve egy nem váltó műtét, ez csak azért, hogy a csapatba harcolásért küzdhessen a bödővel. Nem kell nem váltó műtét. Egy meccs a Feröer-szigetek ellen, egy álcázás. Egyelőre álcázunk. Tehát egyelőre nem kérjük a csajokat arra, hogy nemet változtassanak, az álcázás. Az álcázás egy használjuk. Egy krénol a bugyiba. De miért a férfi focisáknál látod ezt, hogy brutális vang van a gatyában? Nem? Persze. Fölrakunk egy álszakállat, berakjuk a 22-esnek az egyik csajt, kis álszakál, kis borosta, letoljuk a haját fiúsra. Ezt meg nem mondanád. Észrevennéd 22 játékos közül, hogy egy csaj? Ne. Nem biztos, hogy észrevenném. Máshogy mozognak egyébként, meg más dinamikával játszanak, meg máshogy csereznek. De nem. Okosan. Nem biztos, hogy ők inkább okosan játszanak. A csajok? Aha. Mit te nézel, női focit? Hát azt gondolnám, hogy ahogy így beszéltél róluk, hogy ez mennyire jó lenne, ha beépülne valaki oda. Mi a fiúk hülyék a játékhoz, vagy hülye játszanak, arra gondolsz? Arra gondolsz, hogy a magyarok nem azok? Hát, azért vannak szó. Nem, agyilag nem tudom, agyilag képességeket nézve szerintem vannak hiányosságok, de nem feltétlenül. Hát náluk meg az lerúgy a furcsa, hogy az összes játékos, aki van egyébként mindig szakálos le. Tudod, mindig ott áll. Megvan a nevem is, Balina Ottova. Balina Ottova. Balina Ottova, Cibulkova.
nem mond, hogy kis szoknyában nem röhögni, a brutálisan trimmelt lábbal szörtelenül iszonyatosan bevonulnék a karoszra. Az a baj, a kis szoknyáknál, tehát hogy nem látom műtét nélkül, a kis szoknyán az előadók kiderülne. El tudom én úgy rakni. Operatőrök. Mit csinál? Hát a kis nadrág is úgy van a csajoknál. Jézusom, mekkora arany éhát. Bali, mert ott vannak szörnyű dolgok, vannak ápolás. Ott van, hátulról, nem utassátok, ne! Elkapcsolási faktor. A csajoknál is úgy van ez a kis szexi, a Sarapova is, mit tudom én, ugye? Van ez a kis brutál szexi, nagyon, nagyon finom, nagyon jó kis rövid kis szoknyácska. Azt megnéznélek. Kis szoknyácska, de alatta ott van azért, hogy ugye ne lásd fölugrásnál, szervánál, egy ilyen biztonsági, nagyon tapadós, ilyen kis combelsőre felfeszülős kis nadrágocska, elesik, terpeszt, hát hogy ne lássál, ne bugyiba legyenek. Aha. A teniszező. Ilyenben nem mond, hogy nem tudnál engem. Hát és még de, egy dolog, hogy nálad tudnálak elképzelni. És a két szélén, két oldal, az ilyen szép, dús, taktikai sövény. Nem. De ha felkerülnék főtáblára, azért teljes streamelés. Ne viccelj. Hát, és egy főtáblára lenne. Honnan jött ez az automa? Bulgária. Ha főtáblára lennék a Garroson, azért bármint. Azért bármint. Tehát figyelj, mindig van náluk teniszlabda pluszban. Azért azt el lehetne sütni, hogy azért van a dugdor, mert egy labda benn maradt. Vagy három. Három labda van, mert csak mi van, hogyha nyersz, és elárulod magad, mert még rutintalan vagy. Ez az! Rohadt élet! Beszoptad! Mi lesz magyarul? Tudod, a Philip Chatrier, tudod, vagy a Rod Lever-Alera, vagy US Open-en, tudod. Vamos! Igen. A két kávét ivott azért van, két dupla. Tudod, még ott elvinnének dopingvizsgálatra. Jó, most meg se várjuk a meccs végén. Ellenőrök azonnal. Vigyük el. Jaj, ezt szeretem. Én engem ezek szórakoztatnak. Tehát amikor felnőtt férfiak, nőket játszanak egy ilyen focipálkat, nem mondd, hogy nem akarnál kicsit közé tartozni. Nem mondd, hogy azért ott nem zajlik az élet igazán. Nézzük meg, hát ha vannak olyan hallgatóink, akik gyanakodnak kollégájukra, hogy valójában nem is férfi, vagy nem is nő, hanem az ellenkezője. Írjátok meg, hogy mi a harmadik. Hogy miért? Tehát, hogy nő, alapjávéve tudjuk róla, hogy nő, de mégis férfias vonásai vannak, férfiként viselkedik, férfiként beszél, káromkodik, eszik, vagy olyan férfiak, akikről tudjuk, mert kolléga, hogy férfi, de alapjában véve a női budiba jár. Még két sem női budiba járok, ez nem jó. És még sorolhat. És azért tudod, mert egy csomószor rányítottam. Nem, ezért ez megdöbbentő, amikor tudod, kitépnek. Tudod, én sokat tisztábban gondolom a női budi. Szóval a férfiak, akikről tudjuk, hogy férfiak, de mégis női jellemvonásokkal rendelkeznek. Uh-huh. Jó, írjátok meg nekünk, hogy melyik kollégátokra gyanakodtok. És támpontnak tényleg nézzétek meg az iráni női válogatottnak a fotóját, és főleg az alsó sor, tényleg, amit a Feri mondott, jobbról a második. Ott azért tényleg egy olyan szörletes állkapcsolat, hogy valószínűleg egy iraki RPG-nek a lövedéke Gellert kapna rajta. De a fotó alapján megmondott, hogy ki a férfi. A fotó alapján megmondott, hogy ki a férfi. Igen. Na, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk, Ákos, hírei után. There's a concept that works. 20 million other white rappers emerge, but no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. 3:48 lesz pontosan egy perc múlva, szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk egy jó kis Eminem után. Hát én nagyon, nagyon bírom ezt a dalt. Ez egy jó kis dal. Az Eminemnek az összes dala jó. Akad még neki néhány. Akad még, de ez is nagyon jó, bocsánat. Ez is nagyon klassz. Sőt, talán ez az egyik. Igen. Ez az egyik legjobb. Ez réteg zene. Na, nézzük az SMS-eket, hogy mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy közlekedjünk először egy picit. Trafipax a 26-os főúton Putnok belterületén. Nagy Árpi, köszönjük. Köszönjük szépen, Árpi. Szadán a Dózsa-György úton erősödik a forgalom, felhőmentes, napos idő várható, 8 fok van, szél nincsen, anyám szerint növelni kell a C-vitamin bevitelt, reggel tegyünk sapkát, és ha valaki köhög a buszon, ne vegyünk levegőt. Csumi, Erik. Erik visszatér, bár más a száma, de lehet, hogy Erik számot változtatott.
ott. Mert azt hiszem nem erre végződött, nem 08-ra végződött elég számára. A mutéri azt a szimkártyát lehúzta már a tortyon, amire lándon küldözgetett engem SMS-eket, meg fizetetlen volt a számla. Az M0-áson az M1-es felé a 45-ös kilométernél már nincs korlátozás, csak a leállósával lezárva, és a boci fekszik az árokban, Zoló küldte nekünk. Soltról kifelé az 51-es úton van egy trafi, Karcsi üzeni, M86-os 84-es kilométerről a felüljárón szintén trafi, ráadásul mindkét irány méri, Geri Golf 5-tel írta ezt nekünk, köszönjük. Extra rendőri készültség a Soroksári úton, a volt Baumax előtt rengeteg rendőr várja az autókat, Szilva üzente, és Leányfalú a strandtól egészen a határ csárdáig halál, gigadugó van, ezt Kriszta küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, ugye mi az iráni foci válogatottról beszélgettünk, nagyon szeretjük ezt a hírt, mert hát teljesen beteg a dolog, kiderült, hogy az iráni foci válogatottban férfiak játszanak. Kis csadorban felvették, brutálisan cseleznek, nagyon gyorsan szaladnak, jól lőnek, erőseket lőnek, és kiderült, hogy a 11-ből 8 férfi van. És hát arról beszélgetünk, hogy hogy lehet ez, vajon kit vertek át, a szövetség kérte a pasikat, vagy ők akarták átverni a szövetséget, ezt az ember kevésbé hiszi el nyilván, vagy javítani kellett egy kicsit az iráni női foci válogatott helyezését, nem tudjuk, minden esetre a hír szenzációs. És szerettük, hogy férfiak játszanak. De amikor ők hidegenben játszanak, akkor nem fordulnak el olyan szituációk, hogy kiszaladnak a gyepre, és akkor ott mit tudom én, ott a gondok, vagy ilyesmi, vagy mit tudom én, egy pályázod, azt mondják, hogy srácok, mi van? Women soccer team, fuck off. Bármilyen, de nem buktathatod le magad. Hát ez első ránézés, és megnézzük ezeket a fotókat, és már junioroknál is van gond. Most rákerestem az iráni válogatottra, a női válogatottra, és már a junioroknál is látszik, hogy az első sor már billegős. Hát már az utánpótlással készülik. Az utánpótlásnál el kell kezdeni, igen. Hallgatóinkat kértük, hogy írjátok meg nekünk, hogy gyanakodtok-e valakire a környezetetekben, aki szerintetek nő, pedig egyébként férfi, vagy pont fordítva, férfi, de egyébként elképzelhető, hogy nő. Nálunk biztos, hogy a Lajos nő. Ekkora mellé nem lehet férfinak. Kaptuk SMS-ben. Egy építkezésen dolgozunk, nekem a Sanyi nagyon gyanús. Mindig rázza a fenekét, amikor tolja a talicskát, ráadásul mindig kint van a dekoltázsa, ha guggol. Üdv. Az én anyósom biztos, hogy férfi. A kocsmai bunyóknál csak a háta mögé bújunk, mert olyan jobb enyenseket osztogat, hogy a Popeye hozzájárhatna a korrepetálásra. Kaptuk SMS-ben. Könnyű kiszúrni a női csapatban a férfiakat, csak figyelni kell a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását. Roba küldte nekünk. Azt mondja, hogy nálunk van egy állítólagos nő, úgy hívják, hogy Erika bácsi. A háta mögött csak Legolasznak becézik. Erika bácsi, Legolasznak becézik. Ismerősöm elvileg férfi, de szereti az alkonyat filmeket, ezért gyanús. Ja, hát most egy kicsit az a lelke más. Igen. Hát a férfi nem szereteti az alkonyat filmeket? Szerintem. Jogos, azt inkább a csajok szeretik. Igen. Ugye? A vámpíros, nem? A vámpíros, igen. Igen, de ez a metroszexuális vámpír vonal. Friss, fiatal vámpír. Nem a hard vonal, hanem inkább a soft. Igen. A soft easy baby. Igen. Tavaly figyeltetek, hogy ne legyen ilyen téma iskola előtt, el kellett kapcsolni ide valaki. Hát nagyon finoman fogalmaztunk, hát azért most az, hogy férfiak játszanak áruhában a női csapatban, ebben azért nem volt annyira durva. Nem lehetett durva. Volna, még ennek vannak mélységei. Meg nem azért nem baj, hogy a szülők is figyelnek. Tehát, hogy... Persze, hát ilyenkor azért nekünk foglalkozni kell a hetes hallgatóinkkal is, akik viszont 8-tól már nem hallgatnak. Igen. Őket is meg kell egy picit nevettetni, hát ilyenkor lehet, hogy a gyerek van, akkor érdemes egy picit lehalkítani bennünket. Igen. Michael Phelps minden nap attól rettek, hogy mikor operáltatja át magát hosszú Katinka. Orsi. Orsi küldte nekünk az SMS-t. Köszönjük szépen. Igen. Azt mondja, hogy a magyar foci is gyanús. Kaptuk ezt is SMS-ben. Csak egy nő képes nem megtankolni a Porsét és lerobbanni a híd közepét. Ugye? Így van. Ez nem az első. Arról nem beszélve, hogy az illetét elég gyakran zsuzsizzák. Igen? Balázs zsuzsizzák? Így van. Zsuzsi azért? Így van a kommenteken, vagy a kommentek a különböző fórumokon elég gyakran ilyen néven illetik őt. Zsuzsizzák, tehát hogy ott egy nem kora rohadékság. Igen, azt gondolom, hogy azért ő a férfiak között is le tudja tenni a voksot elég keményen, tehát ugye azért elég jó, de ha esetleg egy nem vált a műtéten gondolkodnak, akkor ott már például a becenevet nem kellene. Ott már az edzőbácsi hozná zavarba. Nekem a feleségem tuti férfi, rohadt nagyot üt. Kaptuk SMS-ben ezt is. Na jó, van még egy-kettő, de akkor azt már nem olvassuk be. Hétfőn metrózunk, megyünk ugye a 4-es metróba,
val. 4-es metró val. Ég. És ha valaki szeretne velünk metrózni, az jöjjön, mert indulunk. Kell-e jegyet venni azoknak, akik miattunk jönnek? Hogy ne kellene? Jogkövető magatartást várunk el minden hallgatóban. Igen? Hát csak kérdeztem, és egy jegyel, ha 6-kor lejössz, akkor maradhatsz 10-ig egy jegyel, hát, Jani. Ezt így tudjátok, ezt én nem tudom. Mi van tényleg, ha én oda-vissza megyek majd magunkkal, akkor nekem minden vonalon meg kell venni jegyet, vagy van ilyen napi jegy a BKV-nál, vagy hogy van ez? Átszállás nincs, jó kérdés. Átszállás nem csinálsz. Nagyon jó kérdés, az nem egy utazás erejéig szól. Hát ezeket te tudod. Hát de nem jövök föl. De nekem bérletem van, én nem követem minden nap a változásaikat. Lemegyek, beülök a metróba, leülök veled szemben, és ülök a metrón. Szerintem metróra nem fog felszállni senki, hogy ellenőrizze a te jegyeidet. Uh-huh. Nem. Tehát bízunk abban, hogy nem lesz ellenőrzés. Szerintem, amikor lejönnek, akkor igen. Akkor szépen érvényes idő, aztán felülsz velünk a metróra, 4 órán keresztül ott metrózol, tehát nem fog szólni senki. Kifelé menet. De én nem tudom, hát nekem nem, így se úgyse lesz jegyem, úgyhogy... De! Lesz, veszel? Hát jó, vegyem. Egyszer, nálam mindig van tartalékhely. Mind tartalékesztő. És annyi jelen, hogy közben, mit tudom, ilyen 8:30 magassága, jönne néhány jelen, és akkor azt mondaná, hogy jöjjön, és akkor Rákóczi úr, Sebesnyér úr, kérem, fáradjanak na. Velünk. Kérte. És előállítanám. És ott maradnék egyedül. Pánikba. Hello, srácok! Havi bérlet. Hol tudom majd beszállni? Mi az első megálló? Az ajtókom. Hogy néz ki egy metró? Igen. Honnan ismerem fel a mozgó lépcső? Kelenföld, ugye az a végállomás. Igen. Az egyik. Én most nem megyek Kelenföldre a 13. kerületből. Hát akkor téged valahol felveszünk. Mindenki ott csatlakozik be, ahol neki kényelmes. Hát igen, tehát negyed hétkor fölpattansz majd valahol, nem tudom, a Deákon. Vagy... Jó, negyed hétkor találkozunk a Calvinon, mert nekem meg az a kényelmes. Hát most neki a Calvin, neked a... Nekem Kelenföld az hibátlan, gyerekek. Az hibátlan. Mi a másik vége? Keleti pályaudvar. Ilyen. Keleti pályaudvar. Tessék. Jó, mondjuk a hallgatóinknak, drága hallgatók, ott leszünk, tehát hétfőn lent a 4-es metró vonalán. Elő vagy utóbb mind a hárman. Elő vagy utóbb mind a hárman, igen. Úgyhogy ha szeretnétek velünk jönni, metrózni, együtt lenni, megnézni bennünket, akkor gyertek hétfőn, mert hogy teszteljük ugye a 4G hálózatot, és ezért lemegyünk a föld alá, és a Morning Show hétfőn reggel a föld alól jelentkezik majd, méghozzá úgy, hogy metrózunk. 12 perc alatt megtesszük az utat, tehát sokszor megyünk. Mm-hmm. Sokszor megyünk ide. Előbb-utóbb el lehet minket csípni. Valahol megleszünk. Valahol megleszünk. Jó, úgyhogy hétfőn ne felejtsétek el, ha szeretnétek velünk találkozni, akkor gyertek. Na, azt mondja, hogy játszunk, itt van a játékosunk, Óven bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Na. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, hello! Hello! De jó hangod van, hello! Sziasztok! Na várjál, megtalálok. Sabina! Hello, Sabina! Igen. Sziasztok, jó reggelt! Honnan hívtál minket? Győrből. Mit csinálsz ott? Hát dolgozni készülök éppen, de megvárom a játék végét. Mit dolgozol? Értékesítő pénztáros vagyok, egy műszaki árulánznál. Aha, értékesítő, és egyszerre értékesítesz, és beszaladsz a pénztárba? Vagy? Hát egy helyen ülök, de igen, ugrálok jobbra-balra. Aha. Az jól hangzik, jól hangzik. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó? Oké. Okay. Madárlesen vannak, kint vannak, vadásznak, sokszor csinálják ezt. Imádom a béka hangot. A béka hang nagyon jó. Afrikában is volt egyébként, a szállod előtt minden reggel, majd megőrültünk tőle. Nem kicsi békák voltak. Béka. Igen. Na, ez egy filmzene lesz, amit ki kéne találnod. Jó, oké. Okay. Jó, betét dal egészen pontosan köz. Mutathatjuk? Aha, jó. Rövid lesz, figyelj. Jó. Oh, nagyon hát nagy film. Ez a Kill Bill. Így van, hát ez annyira könnyű, hogy... Ez réteg film. Ez nagyon könnyű volt, így van. Ez a Kill Bill, ugye ez egy kétrészes amerikai... Igen, nem is tudom, Tarantino. Tarantino film, így van. Láttad, szereted? Persze, igen, nagyon. Most jön valami új Tarantino film, nem sokára. Igen, egy Kill Bill 3. Nem Kill Bill lesz, nem Kill Bill, egy Western lesz. Igen. Jól van, Szabina, hát megvan az ajándékcsomagod. Ó, király, köszönöm. Ügyi vagy. Köszi. Gratulálunk, jó? Köszönöm, köszi szépen, köszönöm. Puszilunk, jó munkát neked. Puszi, szép munkát nektek is.
Hello. Jó értékesítést. Hello. Na, megkaptam közben, hogy bélyegzős érvényesítés esetén az első kezeléstől számított 100 percig, éjszakai járatot 120 percig érvényesül. Bélyegzős? Bélyegzős érvényesítés. Igen, bélyegzős. Belugod az automatába. Azaz. Hát, mert igen, mert elviekben azt mondja, hogy egy utazásra, átszállás és utazás megszakítása nélkül. Aha. Jó, azt írja a BKK-nak a honlapja, de hát nyilván ők az egy utazást meg átszállás nélkül, ez nem úgy értek, hogy 4 órán keresztül valaki megy körbe. Jó, tehát 6-kor fölszállsz, akkor az tökéletes vagy. 7:40-ig. Igen, igen. Odáig, de jön az ellenőr, akkor kidumáljuk. Jó. Megpróbáljuk lekenyerezni egy ajándékcsomagot. Velünk van, kit érdekel. 5 perc, pontosan 8 óra, jövünk Ákocs híre után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, 7 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon egy Green Day után. Hát ezt szeretjük, ezt is szeretjük. Nagyon rendben van. Szeretjük. Ez az amerikai Pitének a zenéje volt, ugye? Jó, az American Pie-nak volt a zenéje, nem? Ez volt az amerikai Pite zenéje? Nem? Szerintem nem. Nem az MLZ volt az egyik betét dala? Nem, ez annál azért később készül, de aztán lehet, hogy valamelyik epizódnak nem vagyok benne biztos, én az albumot meg a dalt azt korábban ismertem, mint az amerikai Pitének azt az epizódját, nagyon ez szerepeletet, de olyan egyébként reggel, mint egy vérátömlesztés, egy ilyen jó kis amerikai pop-punk. Nagyon jó. Abszolút, igen. Na, tele vagyunk közlekedési hírekkel. Mondjátok be, Léci, hogy most állt ki a KPM teljes harci díszben Nagytartsán, a Seres bánya felé a körforgalomban úgy, hogy mindenki mérleképesen és leponyvázva érkezzen. Ez önmagában nem egy nagy hír, de azért jellegzetesen magyaros, mert ebből a bányából viszik a töltősódert a környék nagyobb útépítéseihez, például az M3-ashoz, és szép időben haladhat az építkezés, de nem lehet haladni. A sofőr srácok hajnaltól estig hajtanak, és ezek a nyomik még szivatgatják őket is. Miért kell gáncsolgatni, aki dolgozik? Persze még külföldi rendszámú kamion soha nem láttam, a mérlegen csak magyart. Mégis minden román barom alszik, és komoly baleseteket okoznak a volán mögött. Írta nekünk egy hallgató, hát mi beolvastuk. A külföldi kamionok száguldozásával egyébként mi is sokat foglalkoztunk, már valóban van baj velük. Mivel kicsit azt érzik, hogy ebben az országban bármit megtehetnek. Ahogy Németországban félnek, elveszik a kamion, több ezer euró nem mész sehova, itt úgy közlekednek a nulláson, mintha azt gondolnák, hogy semmiféle retorziótól, szankciótól nem kell félni, és hát valóban nem. Előzgetnek, 100-zal mennek, 110-zel mennek, tehát többször nyom le román meg bolgár kamionos a nulláson, mint egyébként magyar. Szóval, hogy elképesztő. Nem ugyanaz a büntetési tétel, mint külföldön. Nem ugyanaz a büntetési tétel, lehet, hogy kevesebbet is állítanak meg, nem is beszélik a nyelvet, aztán hagyjad, csak a gond van bele, szálljunk inkább rá a magyarokra. Ezzel mi már foglalkoztunk régebben, beszéltünk erről, hogy ez nem biztos, hogy egy szerencsés jelenség. Azt nézem, hogy van-e még valami. Baleset van az M0-áson, az Ecseri lehajtónál Kistarcsa felől, torlódás van, egy sáv járható. Roki Balboka küldte nekünk, világbékét üzen mindenkinek. Balboka. Roki Balboka. Baleset a 11-es úton Budapest felé, a Budakalászi csomópontban, ott is hatalmas a dugó, Csengő-Sengő küldte nekünk. Ma mindenki nagyon szellemes. Nagyon jó. Nagy Árpi, Roki Balboka, Csengő-Sengő. Érzik már a hétvége szelét. Igen, trafi az M5-ös Szolnoki leágazásánál Szeged felé, az M7-esen a 133-as kilométernél mindkét irányban mérnek, valamint füvet vágnak a Népligetnél, a Könyves Kálmánon, egy sáv mínusz, mikor máskor? Kérdezi egy hallgató. A kérdés egyébként tök jogos. Hol vágnak ott füvet? A villamosnál, vagy hol? Itt a villamosnál nincs. Ja, itt nincs. Hát az a liget lehet, hogy még mindig rekultiválnak, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, még mindig ott tart. Gondolom nem akarják, hogy rájön az, és aztán berohadjon, vagy ilyesmi. Lehet, igen. Na, csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Már összevesztek. Majd mondom neked. Hagyd a francba, az egészet, Feri, gyújts rá!
Hagyd a francba az egészet, gyújts rá a kutyafádat, gyere szív, elszívok, gyere, na. Egyébként Gábor lesz gyere az oka, ha visszaszokom. Ez biztos. Gábor, te vagy az én emberem. Keres fel hétvégén, szegődj a nyomába, idegesítsd föl. Hozott biopástétomat Gábor, Feri már ezen azonnal kiborult. De Ferinek egyébként tehát az elvei miatt van gondja vele, mert az íze egyébként tök finom, és hát ezt neki is el kell ismernie, ilyen. Hogy ez nem egy rossz. Azért, hát azért szerintem ebben a Feri tudna veled vitatkozni. Figyelj, nem teljesen úgy gondolja. Te is nagyon jól tudod, hogy vannak olyan májkrémek is a forgalomban, olcsóbb májkrémek, amik... Mindenből van jó is, meg rossz is, igaz? Így van. De te mindig a prémium oldaláról közelíted meg a dolgokat. Nagyon finom, amit hozott a Gábor. Miért nem tudsz egy kicsit olyan lenni, mint én? Igénytelen. Úgy kezdve, másban igen, de ebben nem tudok, ne haragudj. Úgy kezdődik, hogy összetevők, sok víz. Tehát, hogy érted? Így indul. A sok ellen tiltakozom, a víz valóban ott van. Víz. A vizet adom, a víz valóban ott víz. Van. Az a pástét, amit hozott a Gábor, az tipikusan azok közé tartozik, amikről, hogyha nem mondod meg, hogy nincs benne hús, akkor nem ismered fel. Én nekem nagyon, én imádom. Én nekem Feri azért erősen ráncolja a szemüldökét. Ő megmondja. Simán megetetlek bele. Gábor, jó reggelt! Hello! Jó reggelt, sziasztok! Azt hiszem, már a közepére is vágtunk. Egyébként a Párizs is úgy kezdődik, úgy, hogy víz, utána börkepor, szalonnapor. De nem eszünk szarokat, Gábor, ne húzz föl! Rajt, tényleg, Feri! Tényleg már? Hagyd a francba az egészet, gyújts rá! Most! El vagy engedni, ha gyújtsd meg a rágyújt. Ez az érdekem. Balázs, megvédem a hajadat, hallottam. Kicsit olyanok vagyunk egyébként, mint egy elég furi házi buliban, amikor mindenki a saját valóságán utazik, nem? És négy különböző valóságot mondunk, nem? És senki nem vegye a másikra. Mi a téma, Balázs időnként megriad. Nyújts rá felé! Bárhol tartunk, gyújts! Igen. Gábor mondja magáért, te nézed a vonaljegyet, hogy mi az érvényes a metrón, te ki vagy a pástétomon, tehát itt különböző valóságokban utazunk. Igen, mondjad, Gábor? Szóval tegnap, képzeljétek el, voltam Szlovákiában, elvittek egy onkológus, komoly szakember, orvos előadására, nem? Ja, azt hittem, hogy téged vizsgáltak. Nem, csak engem is érdekelnek más előadások, és arról beszélt a doktor úr, hogy különböző rákbetegségek, illetve stroke, szívinfarktus ellen, az egészséges jó táplálkozás, olajok, zsiradékok, magvak, tehát fantasztikus, úgyhogy most újult erővel vágok neki a mai székesfehérvári alkalomnak is. Úgyhogy azt gondolom, hogy van érdeklődés, és hát az a május, amit hoztam, azt gondolom, hogy az is. De most akkor még keményebben oda fogsz figyelni az étkezésre? Ez nekem megerősítés. Aha. Már Pompej kapcsán épp beszéltük Ferivel, hogy... Egy picit elbizonytalanodtál, nem? Tehát, hogy egy közben tud jönni azért egy vulkán kitörés időnként. Igen, tehát éppen Ferivel beszéltük, hogy azért ott ugye igazolták, hogy Ákos olvasta a hírekben, hogy kvázi húsmentesen éltek, ez nekem is új. De hát, ahogy Feri szokta mondani, ugye, de holnap előtt a villamos, aminek... Mégis oda lett minden. Na most Pompej végül is egészségesen élt, de nyilván van értelme az életnek ettől függetlenül. Minket nem fenyeget ugye vulkánkitörés, meg ilyesmi, úgyhogy érdemes. Villamosok vannak. Pompej rómjai között azért találtak olyan épületet is, aminek a belső fal freskói megmutatták, hogy ha húst amúgy nem is emígyel, azért fogyasztottak. Bizonyám, én elég voltam rendes ott. Ez. Tehát, hogy azért az élet örömeit nem vetették meg. Igen, szóval zajlanak a programok, és azt gondolom, hogy újra és újra meg kell erősíteni. De onnan te szemérmesen kifordulnál, Gábor, nem? Hát igen, lehetséges. És megyek ma fallabdázni. Na, egyedül? Szóljál, én mondtam, hogy elmegyek vele. Egyedül, úgyhogy köthetjük majd az időpontot. Kék egy kedves pöcs, barátommal, aki eddig kétszer megvert. Híros sok pöcs. De ma hadat üzentem neki. Igen? A kemény leszel. A hadüzenet esetedben mit jelent? Írtál neki egy nagyon komoly hangvételű SMS-t, vagy ráküldtél hát két szárnyas, májas pástétumot, meg a pástétumot? Igen. Hát mondta, írta a Tamás nekem most, hogy csak te és én. Húha, ez durva. Mire visszaírtad neki, hogy tudom, nyugi popsiba nem megcsalás? Ja, igen. Nem. Ne izgulj, Tamás, ezt én is így gondolom. A pályán nem is az olyzóba elkaplak, kis kecsen. Egyébként jó derbiket játszunk, úgyhogy Balázs abszolút... Ott vagyok, szóljatok. Szóljatok. Annyira bírom, szóljunk. Szívesen játszom. Ahogy mondod ezt a fallabdát, de tényleg egyszer így jönnél be, hogy ma is megyünk, Campo edzésre. Ez tudom, hogy elmondta, sárga két pöcs?
A piros pöttyöt, azt nem mondom, hogy... Sárga egy pötty. Sárga egy pötty. Hm? Hát itt tartunk még, igen. Sárga egy pötty. Sárga egy pötty. Lesz majd két pötty is. Zun. Piros kettő, mert van krémem rá, Jani. Jaj, jó, hogy sárga. Sárga egy, neked piros sárga négy. Ez az alsó katyám, piros kettő mi? A labda, milyen labdával játszom, mekkorát pattan a labda. Tehát van kék pötty, piros pötty, sárga pötty, a labda keménységét jelzi, tudsz változtatni a labda felpattanási ívén, attól függ, milyen labdát játszol, profi vagy, kezdő vagy. Mekkorát pattanjon a labda. Lehetne egyfajta labda is, de abból nem tudnának annyi pénzt. Hát ez egy játékfüggő. Ez háromféle labda kell. Választhatsz. És jól megy már? Ügyes vagy? Jól, szerintem. Rohangálsz, egy kis rövid nadrágodban, kis tornacipődben, olyan cuki lehetsz. Igen. Van kis fejpánt, a csuklószorítod? Nem, az nincs. Nincs egy szemüveg? De elképesztően... Nem hegeszt, kvassoljár, bérő szemüveg. Elképesztően kízzaszt. Tegnap is voltam egy kedves lányjal. Na! Tényleg? Ő sejtedző, képzeljétek el, sejtedző. Sejt, na jó, ne. A sejtedző egyesével? Mi az, hogy sejtedző, ez mit jelent? Egészséges táplálkozás, testedzés, tánc, tehát tulajdonképpen egy olyan életstílust oktat a Viktória, amit elég sokan követnek egyre inkább, és boldogabbá teszi az emberek életét. Vannak tervei, az egészséges reggeli és egyebek, megreggeliztetni az embereket, kezdetek egyébként, van ilyen, és erősödik. Ki tudja, hogyha mi is erősítjük egy jó reggeli ajánlás, egy hajdanakásával, szóval. Jaj, de szeretlek. Jól van, hát akkor ma nyerje, ma nyerned kell, nincs igyekszem, mese. Igyekszem, legközelebb beszámolok. Jó. Töröld fel bele a padlót, parkettát, követ, mi van ott? Parketta. Hát testépítés, orvosi gyógymasszőr, tehát nehéz lesz, de igyekszem. Nem azt mondtam, hogy verd meg, vagy tépd ki a karjait, hanem győz lesz a pasban. Jó. Na, mit hoztál nekünk ma reggel, Gábor? Hát ezek a bizonyos italok, élvezeti cikkek, úgy hallottam már említés erült róla, ugye akár a teje, akár a kávé, a koffein tartalmú italok, vörös bor, tehát azok a fajta, hát italok. Már a hangodban is ott volt a finom megvetés. A vörös bor, a kávé. Fúj. Mint ha azt mondtad volna, pedofil papok. Hát tény és való, hogy az a helyzet, hogy az elmúlt pár évben, évtizedben elindult egy olyan folyamat, hogy egyébként nem túl egészségesnek tartott italokról, ételekről szép lassan bebizonyítják, hogy az egészséges, sőt, ha rendszeresen nem fogyasztod, tulajdonképpen hamarabb meg is halsz. És én ennek a tendenciának nem örülök. Például ilyen a kávé. A kávéról hetente olvasok jó cikkeket és rossz cikkeket is. Igyál, mert jót tesz az agynak, vérbőséget okoz, ne igyál, érszűkületet okoz, egészséget, ez van benne, az van benne. Ez nem ennyire bonyolult a kávéról elmondani, hogy ez most jó vagy nem, napi egy kávé egészséges, tovább élnek azok, akik kávét isznak, mert nem kapnak infarktus, ha sokat iszol, infarktus kapsz, az ember nem tudja. Nyilván isszuk, ettől függetlenül természetesen, de jó minőségi tiszta fekete kávéról például mit gondolsz, jó vagy nem jó? Szerintem hosszú távon nem jó. El is mondom, hogy miért, mert minden egyes kávéban, kávéfajtában találok hasznos anyagot. De az, hogy megemeli a pulzus számot, az, hogy a szívritmust befolyásolja, hát ez közismert. Na most koffein tartalmú italról szerintem, ahogy alkoholtartalmú italról is, szerintem nem állíthatjuk azt, hogy ez egészséges. Tehát veszélyesnek tartom egy társadalomban, hogyha a koffein, tehát élvezeti cikket és alkoholtartalmazó italokat beállítunk, mint rendszeresen ajánlott élelmiszer. Nekem ez a problémám. De mikor hallottatok olyat, hogy mondjuk a homoktövis velő rendszeres fogyasztása megelőzi mondjuk a szívinfarktust. Vagy különböző flavonok, áfonyalé, grapefruitlé, ananászlé, rákellenes hatású, vagy ugye antioxidáns hatású. Tehát alig vannak olyan infók, tehát ilyet nem hallotok. De azt, hogy a kávé jó, azt halljuk. Miért? Az egyik mögött óriási ugye lobby tevékenység van az egész világon, de kit érdekel az, hogy a reggeli citrus gyümölcsből készült könnyű ital epehajtó, és az epekövesség jelentősen csökkenthető, ha reggel fogyasztasz, mondjuk fél citromnak a levét vízzel összekevered, esetleg lúgos vízzel is elfogyasztod, ugye akkor az éjszakai besűrűsödött epe kitisztul. Ugye ez nem nagyon hír. Egyébként szerintem elképesztő, ha valaki látná, hogy ez mit okoz. De a kávé, ugye tudjuk, az égyomorra fogyasztott fekete kávé az epekövességet például okozhat, abszolút okozhat. Visszatérve a koffeinre, a koffein hatása és a kávé hatása nyelőcső,
Tehát reflux probléma, gyomor probléma, vérnyomás kérdés, vérnyomás emelő, és szívritmus probléma. Ha alacsony a vérnyomásod reggel, és ezt kicsit megemelem, az miért árt? Itt tennék különbséget Balázs aközött, hogy valaki azért fogyasztja a kávét, mert jó ízű, megszokta, de amúgy az életben semmi problémája nincsen, csak jól esik kávézni. Szerintem neki más elfoglaltság után kéne nézni. És különbséget tennék aközött, hogy valaki a kávét azért iszza, mert tudatosan alacsony a vérnyomása, és megszokta. Itt mondjuk azt a problémát látom, hogy annyira megszokja a kávét, hogy soha nem tud róla később leállni. De csak a koffeinben látod a problémát? És a kávéban lévő, hát a kávé fekete színét mi adja? A kávé fekete színét mi adja? A pörkölés. Igen. Hát egyébként és a pörkölés nem, a szaknában nem a kávé, száraz persze. Hőhatás. Száraz hőhatás, ami azt jelenti, hogy ugye víz nélkül pörkölik nagy hőfokon, ugye ezáltal úgynevezett barnulási termék képződik, ezek egyrészt rákkeltő. Ugye erről a szakma ír, de hát ilyen mennyiségben napi egy vagy két kávé esetében ezt nem tartják problémának. Szerintem ezek mind összeadódó hatások. Egyébként van alacsonyabb koffeintartalmú kávéfajta, magasabb is van, el lehet dönteni. És ott most van a zöld kávé egyébként, és tudjátok, hogy vannak a lassan felszívódó koffeintartalmú növények, guarana például, amiből most már ugye gyártanak ilyen készítményeket, ami lassan felszívódik, és nem okozza hirtelen kávékoffein, hirtelen hatását. Uh-huh. Hogy ajánlott, tehát, hogy most felejtsük el azt szerintem, hogy akkor az emberek mondjanak le a kávéról, mi mindannyian imádunk kávézni. Hát, igen, ez nagyon jó. Nem élek nélkül konkrétan, nekem kell egy reggel. Nem akarunk leszokni a kávézásról, hogy fogyasszuk a kávét ahhoz, hogy a legkevesebbet ártsunk vele magunknak. Szerintem ne égy gyomorra. Az égy gyomorra fogyasztott fekete kávéról sokat beszéltem, most is elmondom, nem jó. A gyomor reggel nem kávéra vágyik, egyébként és nem is tehéntejre. Ugye a kávé az na, hirtelen... Na, tudtam, hogy szegény. De elmondom. Teljes kávésoknak elmondom, most vége. Most hagyjuk ki a mai adásból. Halli. Teljes kávésok, vége. Most hagyjuk ki szegény tehenészeteket, tejterméggyártókat, tejforgalmazókat, kávé. De ha innom kell vala egy kávét, akkor igyek egy pohár langyos citromos vizet, és utána a kávét már az is jobb? Igen. Igen? Igen. Jó. Mondanám, hogy meg kéne enni a reggelit, hogy a reggeli elfoglalja a gyomor falat nyilván, a falat, és utána a megívott kávé nem érintkezik közvetlenül a gyomorral, hanem ugye rá csöpög tulajdonképpen az elfogyasztott reggelire. Ezáltal egy lassabb felszívódást hozunk létre, és sokkal kíméletesebb. Tehát a kávézást mondjuk így találták ki. Ugye amikor valaki mondjuk 10 óraira vagy a munkahelyére, 9-10 órakor iszza a kávét, akkor végül is ezt teszi, hogy főszabályként megreggelizett, és reggeli még a gyomrával, utána iszza a kávét, nyilván egészen más a hatása. Tehát együnk előtte. Mindenképpen. Egyébként egy kis zabkás, aki kifejezetten beállítja. Há, mi van? De ez most tényleg azért mondom, mert a zabnak de van. Mi annyival ezt egy fél ország azért teszik zabot, mert elkezdtünk zabot enni. Úgyhogy erre és én egy pici cikóriát tennék a kávéhoz. Jó, azért szakmailag. Ne kérd a pofont. Szakmailag? Szakmailag. Ne itogasd a pofonoslálat. Az inulin miatt. Mondanám a csicsókaport is, de azt nyilván nem fogják beletenni. Egy pici kis, tehát egy késhegynyi cikória kávéport fekete kávéba téve lassulni fog a felszívódás. Jó, nézzük az esti kis borozgatást. Tessék! Kicsi vörösbor esténként, nem sok, nem alkoholizálunk, de megjutalmazunk magunkat a nap végén egy pohár vörösborral, oldani kell a stresszt, kicsit feszültek vagyunk, a gyerekek már alszanak. Jóféle kis üveget felpukkantunk, nem, Ferenc? Azt hittem lelkesedni fogsz. El akarok határolódni, én ki akarok menni ilyenkor. Júj rá, Feri, mondom, kimenőd van a megszállról, a francba hagyd az egész. Ebből nekem elegem van. Jó pár vörösbor, tessék. Egy deci jó. Egy jó deci vörösbor, viszont minden este. Az a helyzet, hogy az esti nagy vacsorák teljesztették el a vörösboros kultúrát, mivel az emberek szeretnek este jó zsírosat enni. És utána legurították a vörösbort, hogy ugye oldja a zsírt. És mivel, hogy a zsíros vacsorákat nem ajánljuk, ezért a vörösbor is tulajdonképpen hát okafogyottá. Nem mond már, hát azt olvas az ember, hogy vérképző, hogy tele van flavonoidokkal, hogy jó, hogy aki nem tudom, nincs elég vas a szervezetében, vérképző. Annyi jót olvas, egy jó minőségű félpuár tiszta vörösborról. Hát nézd Balázs, jót olvas az ember. Kiveszem a hűtőből a céklalevet és a sárgarépa levet, és 50-50% van
erősebb vérképző. Na, itt van. Te nem tudod berúgni a cégkalétől. Hát én alig várom, hogy a kégyerek végre lefejlődjön, és azt mondja, hogy igen, Bali, most megérdemlek. Kedves, ez a te estéd. Felpukkantod a céklás üveget. Ez a te estéd. Felpukkantok egy vörös bort, és ott a lépcső, miközben még a Belinek mondom, hogy aludjon, kicsit rátöltök, megszimatolom. És fél óra múlva már. Sokkal jobb kedvem van. Hát ha ez se ihatom, Viki meg mit ihatom megint meg? Rajta kap. Hát meg mit csinálsz? Céklázol! Takarodj el, Audi! Azt csinálok, amit akarok, én keresem a pénzt! Direkt alát kérdezek, hogy jó-e a vörösbor, erre elárulsz, drága barátom, és azt mondod, hogy ez se? Hát mi marad? Szerintem tényleg ez, mi marad? Ez menekülés. Ez menekülés. Hát jó, de nézd eszembe a saját problémáimmal. Hát, hát tudod mennyi menekülni valóban? Hát legalább egy fél pohár vörösbor, ez kivel vagy? Este az ember menekül a fáradtságtól. Céklázni. Egy amúgy is fáradt. Balázs, estére, ha látnád a májadat, meg a hasnyálmirigyedet, ugye elég fáradt. Most annak még adsz egy pofont. Elküldöm őket aludni, és te iszom egy jó pohár vörösbort. Azt mondom, kicsi szervei, most feküdjetek le, Bali addig borozik egy kicsit. És iszom egy pohár vörösbort. Nem, mindig csinálj magad egy ultrahangot így vagy. Egy estén. Megnézed a májamat, megnézem a vesélyt. Mitől fáradt? Hát eszem azért napközben rossz dolgokat. Ne legyen fáradt. Tehát bírja ki azt a fél pohár vörösbort. Estig minden szervünk elfárad. Ugye a május reggelig piheni ki magát. Ijatok reggel most, akkor? Ha este vörösbort iszol, az a májnak úgy évfél hajnalig ugye elfoglalja a máj működését. Tehát is se unatkozik. Ajánlok esetleg egy kis piros szőlőmag olajat. Hogy rúgjak be piros szőlőmagtól? Nem tudom. Erjed meg. Nekem kell az alkohol, meg kell az, hogy kicsit ellazuljak. Viki, hova dugtad a piros szőlőmagolájának? Fejjed! Nem akarom, tönkreteszed a családot! Azt voltátok, hogy elviccelitek ezt a nagyon komoly témát. Nem, tényleg érdekel. De akkor mit ír a szakirodalom, hogy jó, hogy egészséges, hogy vérképző, hogy vértisztító? A vörösbort nem az alkohol, meg a részegség miatt írják, tehát van benne resveratrol. Resveratrol... Tele van resveratrollal. Igen? Kicsit félek tőle, durva hangzik, jó vagy nem? Olyan, mint egy bolgár Black Metal zenekarnak a neve. A piros szőlő héja. Uh-huh. Egy jó tormás must. Hozok neked megint. Jó. Estére egy jó tormás must. És kérlek szépen, részegséget ugyan nem okoz, de kifejezetten erősíteni fog, és éjszakára mind a resveratról, mind a torma hatóanyagai bejutnak a véredbe, és reggel olyan lesz rá, mint aki újjászületett. Igen. És azzal nem dolgozik a máj, ugye? Nem. Nem. És azzal semmi nem dolgozik. Nem. Sőt, éjszaka annyira feloldja, ugye, tehát a vér alakos elemeinél egy olyan a vörös vértesteket ugye távol tartja egymástól, tehát nincsen stroke, infarktus veszély. Ha hiszitek, hanem ugye éjszaka, nagyon sok ember kap Magyarországon szívinfarktus, csak nem látjuk, nem halljuk, mert éjszaka mentők nem szirénáznak. Nem is halszunk. De nagyon-nagyon sokan kapnak, nagyon sok embert visznek kórházba éjszaka, mert este bezsírosodik a vér. Most nyilván a vörösbor egy lehetőség, de én inkább másokkal élnék. Egyébként az alkohol hatására az idegrendszer nem pihen. Ugye tudjuk, hogy az alkohol az csak látszólag. Egy padon is elalszol. Az drogos alvás. Az drogos alvás. Na, az is. Ez is? Igen? Ezt nem tudtam magamról. Nem, ez egy szakkifejezés. Ugye, hogy nem, tehát nem alszik, tehát nincs mélyalvási fázisod alkohol, tehát erjedés hatása alatt. Aki teleszi magát, és erjedés van a gyomorban, ugyanezt éli meg, és a cukros tej is ilyen enyhe. Tudtam megint, hagyd már békén a szerencsétlen tejtermékgyár. Már vártam, hogy megint, már harmadszor. Ez a téma. Ez szakmai példa. Jó, tej volt megint? Megint tej. Nem, figyelj. De szerintem most kaptál elég jó tanácsot. Már látom, hogy ő. Meg lehet peszket. Undorító resveratról szagod van megint, Balázs. Este tejet egyébként ne? Ne. Reggel se. Én teljellenes vagyok, én ezt vállalom, és örülök, hogy ezt egy kereskedelmi rádióban ki lehet mondani, hogy nem lefődni. Kell annyi tejet inni, mint amennyire. Egyetek, amit akartok. Egyébként a tehéntej este jobban hat, mint reggel. Abszolút a triptofán tartalma révén, ugye a boldogsághormon szint, ugye este a tehéntej este jobban hat. Ettől függetlenül a tejről sokat beszéltünk, de reggel nem. Reggel nem. Ámosít, altat, tehát... Ugye enyhe, ilyen tehát reggel itt a vörösbort, este az egy pohár tejet. És akkor szépen az. Egyébként Feri, ezt meg akartam kérdezni, ez az, hogy nagyon sokan reggel... Ne beszélgess velem, nagyon szépen azt, kérlek. Azt, hogy te... Igen? Hogy reggel az emberek pálinkával kezdenek. Ugye ez miért jó? Azért jó, mert jó lesz, szép lesz a napod, beindítod a kis szervezetedet, ráküldöd a pálinkára a kolbászt, aztán nagyon kulturáltan fogod, ide a fehér kenyeret teszed, a hüvelyk és a mutató ujjad közé, ide beszúrod a piros paprikát, vagy a hegyes erőset, ide a kolbászt, és egy pici csécsi szalonnát ide.
ugye, aminek az a nagy előnye van, hogy délután még itt a zsírt meg tudod nyalni, és visszaidézed a reggeli. Na most ezt földolgozod, úgyhogy beágyazol a pálinkával alá, és már is indulhat a nap. Semmi bajod nem lesz. De ez fekély kezdeménytok az agyamban. Az biztos is. Dögöljek meg fekébe és izébe, sztrókba, hogy ilyen szarokat nem fog enni, amit mondasz. De ez nyelvöcső és gyomor problémát. Tudod, de ideges. Ez gyulladásokat okozhat. Milyen gyulladás? Nincs begyulladva semmi. Mondd még, hát rágyújt. Hát elmegyek veled kasolni ingyen. Azt mondja a szakma, hogy a reggeli pálinkázás hegesedést okoz a gyomorban, a hegek összenőnek 40 éves kor fölött, és rákbetegséget okozhatnak. Nem itt akkor fölmarja a gyomrot, azért okoz hegesedést? Csak a gyomorban azért nem alakul ki fekély. Mert utána szalonnával tombi. És kávézik is, és én láttam tejet indi. Fúj! Ezt a szemét állatot, te áruló vagy! Beköptél! Más, azok az emberek, akik szerintem reggelente pálinkával nyitnak, azok nem lesznek gyomorfekélyesek, tudod? Mert ők nem pörögnek ezen. Ők élik a kis életüket, normálisan esznek olyan élelmiszert, ami felismerhető. Jó, de azért azt ne írjuk el, hogy naponta bevesz reggel egy felest, azért az egészséges. Tehát azért ezt nem állítjuk, nem? Nem mondtam, csak példának okáért a falusi kultúrában, igen. Ahonnan én jövök a parasztok közül. Ott Csécsizalonnával lesznek. Azzal leszik, és előtte megisznak egy pálinkát, viszont nem esznek rossz ételt, nem esznek műételt, rendes ételt esznek, ami fölismerhető, érted, egy disznó formájú volt. Hogy dolgozzak, ha nem iszok? Lajos, az nem a te traktorod. Lajos, az a combod, nem a disznó. Már megint combot szúrtad magad. Ja, ilyen is van természetesen, tehát hogy ők másként élik az életüket, nekik nem lesz gyomorfekélye, mert nem pörög azon, hogy az amaránt magját honnan a persze, összetett dolog a fekély, lelki eredetű is, persze, stressz egy csomó minden. Fegyel, és az ilyen emberek nem isszák meg az erőturmixokat például? Tehát, erőturmix. Úgy vernének arcon téged egy ilyen erőturmix. Aratás előtt egy jó erőturmix? Ne akart megveretni magad. Kísérletet neki, a Gábort elviszem valamikor vidékre, hónom alá fognak hozol egy ilyen erőturmix szettet, érted? Kiállunk a falu közepére, és akkor kipróbáljuk, hogy Hajdirakása, erőturmix. Hozzá homoktövislevet, és ez egy picit ilyen... ilyen pánikai kell kivilláznom egy jó erőturmix. Előtte, közben utána. Imádni fog meg. Csináljunk egy pálinkás kontrollcsoportot, és csinálunk egy erőturmixot. Nagyon jó. És meddig kéne, erőturmixozni? Két hétig. Nincs ember, akit találsz erre, két hétig erőturmixot ígyon. Na, ez jó. Ennyire durva ez? Nem, dehogyis. Akkor mi marad? Igyom a céklalevemet a lépcsőn ülve, várva, amíg a gyerek elalszik, belekeseredve egy kis káposztalébe, és azt gondolom, hogy nem marad, tényleg nem marad semmi. Tényleg nincs már egy pohár vörösbor sem, amit megérdemelne Bari este, hogy letette a két gyereket, harcolt egész nap, szülői értekezlet nem volt tegnap, hát nem, semmi. Nem. Hazaérünk, elmegyünk futni. Ez a legelső. Elmegyünk futni. A futás hozza létre azt az endorfin, szerotonin mechanizmust, ami túltesz egy pohár vörösboron. Kellemesen elfáradsz, veszel egy forró fürdőt. De előtte egy közös nyújtás? Nyújtás, igen, nyújtás. Nyújtás, aztán forró fürdő, egy közös forró masszázs, fürdő. Masszírozás. Hát, könnyű masszázs. Ez két gyerekkel azért ezt így. Aztán szájból szájba. Resveratról? És nincs vörösbor. Jó. Zöldséglevek lehetnek este? Lehetnek. Zöldséglevek abszolút nyugtatnak. Egy kis paradicsomlé is lehet. Ezek mind hasznosak. Egy kis gyömbért el tudsz majszolni. Istenem, és estére citromfű teja, agavészirup. A citromfű teja kb. Fél literhez hozza létre azt a nyugodtságot, amit egy vörösbor nem adhat meg, és az drogos alvás nem okoz, sőt, mély alvást okoz. Na már láttam holnap. Balázs drogozik. Igen, te vagy a kontrollcsoport. Balázs drogosan tud csak elaludni. És reggel, ha nem kezd fel rögtön, akkor a szembogaradba egy kis erős pista. Ebedezsöléssel. Csináld már két hétig ezt, amit most elmondott a Gábor. Legyél ezt az életmódot, hogy reggel amaránt magos zapkása. Legyek én a kontrollcsoport. Igen, és akkor de megtolod a csécsit, meg az erős paprikát, meg a pálesz. Így van, és kis létszámú kontrollcsoport. Csak semmit, csak kíváncsi vagyok rá. Sőtől a haj is gyorsabban nő, mert... Szilícium. Most mondtad ki a lényeg. Megvagy az élemerem. Te olyan vagy, mint Hofi. A mondat végén mindig ott a poét. Tessék! De a köles és a hajdina az hajnövesztő, ezt tudjuk. Jó, december végére állítsa össze nekem egy ilyen köles hajdina, zapkása, amaránt, kását, mindent, mert két hónap alatt vissza akarom kapni a hajamat. Bedörgölő tinktúrát, fürdőt, hajszeszt, mindent csinálj nekem, hogy egy hónap alatt visszanőjön a hajam.
Jó van, Gábor, szeretünk, imádunk, fontos dolgok ezek. Nyilván mindenki úgy él, ahogy akar, meg azt hiszi. Így van. Én azt gondolom, hogy ezekről jó beszélni. Ha csak néhány ember egy-két fontos kis információ magot ebből kicsipegetett, utána olvas, elolvassa, akkor természetesen már jó. Aztán van, aki szalonnázik, van, aki vörösborozik, van, aki teázik, mindenki tényleg azt csinál, amit akar, fontos ezekről beszélni. De, az ember de ne csodálkozz el rajta, Gábor, hogyha egyszer megtalálnak majd egy dökúda belevarva egy tehénbe. Igen, jó. Jövő héten nem vagy, két hetente leszel ezen túl, ezt mondjuk el a mi kis most hallgatóinknak. Igen, most kihúztad a tudtam, hogy kihúzom a gyufát. Rohadtul berágtam, én veled voltam, én toltam ezt a rovatot, együtt keltettük életre, de vége, jövő héten nem jössz. Nem, két hetente leszel majd, mert lesz egy váltótársad. Méghozzá az a hölgy, aki volt már itt nálunk, és szenzációs dolgokat mond, egy kicsit másról, egy kicsit másképpen. Antal Valinak hívják, szerintem sokan ismerik őt. Illatszerek, kozmetikumok, szappanok, tusfürdők, fokrémek, hát lesz információ bőven. Nem kaja, de lesz rémisztő majd abban, amit mond. Na, most már nem is fürdhettek. Rá, hogy a fürdésről le tudunk mondani. Tudjátok, az én egyik nem is a mozgató rúgom az, hogy hívjuk föl az emberek figyelmét arra, ami körülöttünk zajlik a nagyvilágban, mi van a tusfürdőben, mi van a szappanban, mivel mérgeznek bennünket a fokrémekben, mit használjunk, mit ne használjunk, milyen kozmetikumok a nők, milyen szörnyűségeket kennek magukra. Úgyhogy jövő héten ő jön, Gábor, te pedig akkor két hetente. Rendben, jó? Oké, rendben. Mit reggeliztél? Kivettem a mélyhűtőből egy kis fagyasztott bogyós gyümölcsöt. Kint hagytam egy 20-30 percig, majd összetudmixolt, mert ebből lett egy ilyen gyümölcskása. Aztán meggondoltad magad és visszatetted. Nem igen. Fagyasztunk vissza. Igen, gyümölcskása, igen. Ehhez banán turmixoltam, és köles és hajdina pejhet tettem hozzá. Egy kis édesítéssel, most egy kis stéviát kevertem bele, és egy kis zapejhet. A turmixokhoz lehet köles hajdina pehelye banán turmixolt? Abszolút lehet. Miért jó? Némi energia. Ugye a gyümölcs az elég savanyú anyag, nem savas, de savanyú anyag, és ezek pufferolják, mellette ugye a gabonában lévő értékes komponensek, ugye bőr, köröm, haj, emésztőrendszer, rostok ott vannak, tehát a gyümölcsöket ezért keverjük különböző kis gabonákkal, de most ilyen gluténmentes volt. Egy kis zabonyuk ment hozzá, és ezt elkortyoltam, ez egy nagyon sűrű, ezt rágni kell, nagyon sűrű anyag lesz, és ez egy ilyen energiadrink volt reggelre. Hú, aztán pedig aerobikoztál az Ave Mária-ra, gondolom. Nem? Ez a fallabdára készülés. Jól van. Már én nagyon szeretlek továbbra, és Gábor, köszönjük, hogy itt voltál, két hét múlva akkor köszönöm, találkozunk. Jó, 3:49 lesz, pontosan 7 perc múlva. 9 óra után vendégünk lesz, már most mondom, Király Viktor érkezik hozzánk, mert hogy tarolt Amerikában. Hasonló műsor, mint itt, ugye ez is ment, ugye az egyik kereskedelmi csatornán, a Voice című amerikai műsorban mind a négy zsűrit a kivétel nélkül rányomott a gombra, megfordult neki, és Király Viktort isteníti egész Amerika. Hát azért ez egy nagyon nagy dolog. Büszkék is vagyunk rá, úgyhogy 9 óra után arra gondoltunk, hogy ne telefonon beszéljünk vele, meghívtuk ide a stúdióba, és a Voice-os élményekről faggatjuk majd. Jó? Úgyhogy jövünk vissza mindjárt. Ákos, ide után. 3:49 van, pontosan szép reggelt mindenkinek, itt vagyunk, folytatjuk a Morning Show-t a Klasszon, Gáborral beszélgettünk. Azzal, és igen. Én még folytattam ki, nagyon kérlek téged, hogy áruld el nekem, te régóta ismered ezt a fiút. Mi volt az a törés az életében, ami ezt csinálta vele? Tehát kidobták a szülei gyerekkorában? Vagy mi, beleesett egy belelépett egy disznót rágyás vödörbe? Vagy egy te fölrúgott egy teljes csöbrön gyerekkorában? Biztos, hogy ennél sokkal szörnyűbb. Mondta neki az anyukája, hogy hát akkor menj és tegyél a sertés alá, elmenj, de csak kandisznók voltak, három ráadásul, és hát az anya hallotta a fura hangokat, de nem ment ki benne. Szegény Gábor, három kandisznó volt. Egyedül van. Szörnyű magukat műveltek velük azok a balacok. Nekem egyszer elmondta, hogy hallgatni is szörnyű volt. Igen, volt róla audio felvétel. Figyelj, nem... Szóval, hogy más, de hát nem ettől jó. Nem ettől jó, hogy ez a műsor, én mindig azt mondom, hogy egy kicsit a műsorvezető személyiség által behozza az ő világlátását. Hát én se úgy élek, mint Gábor, én nagyon szeretem őt, nagyon kedvelem. Tehát ő egy teljesen, ő nem e világ, én róla mindig ezt mondom. Drága Gábor, ő nem e világ. De legyen csak két jó info, tudod, amit az ember így felcsippent, és zabot veszik, vagy ad a gyereknek.
Igen, nem vagyok benne biztos, hogy ez az erő turmix nem működne azoknál, akik komoly fizikai munkát végeznek. Tehát nem csak a zsírban és a húsban van, ezért ezek az a növényi fehérje legalább annyira fontos, sőt tudom, olyan fontos lenne, mint az állati fehérje. Csak hát az ember erre van ráva, így szocializálódott 30 éve ezt teszi, azt hiszi, hogy ebből van az erő, ezt szereted, ez ízlik. Nem biztos, hogy az rosszabb, csak fura nyilván, hogy ő növényi dolgokat mond. Meg növényi dolgokról beszél. Ez azt mondja, hogy a sajtól rosszul van, ja, és dumáltunk, érted? Hogy kikérdeztük itt a Janival ezt a tej mizériát, és akkor mondta, hogy de hogy ő például a joghurtot javasolja mindenkinek, mert abban nincs a mit tudom, micsoda a kazein, vagy nem tudom, mit mondott már. És kérdeztem, nézd, hogy sosem Gábor úgy kell a nézni. Sajtokat, azt mondja, hogy nem bírom meg, de megszagolni nem bírom. Rosszul vagyok tőle. Hogy ezért, nem szeretem. Igen, ezért kérdeztem, hogy mi lehet egy gyerekkorában a törés, de most már, hogy elmondtad, jövő héttől másképp állok a Gábor rovatához. Nem tudom. De figyelj, ha mértékletesen csinálsz, akkor minden jöhet. Szerintem hát nem ez a lényeg, hogy kicsit ez, kicsit az. Egy nagyon egyoldalú, és csak húz, csak tejtermék, csak sajt, nyilván felbúl a szervezet. Ha nagyon egyoldalú, hogy csak vegyesen, mag, meg csak, ha nagyon egyoldalú, hogy csak mag, meg csak növény, az jó. De ha nagyon egyoldalú, mert csak azt, kolbász, akkor az a rossz. Azt többször bebizonyították már azért a táplálkozásban, vannak nagyon jó könyvek, hogy azért a feldolgozott élelmiszerek, a szénhidrátok, a cukrok, az egyoldalúan csak hústáplálkozás sokkal egészségtelen, mint ha mondjuk nem eszel húst és csak növényi dolgokat. Tehát csak a növényi dolgokról még sose bizonyosodott be, hogy rossz. Például, ha csak húst eszel, akkor azt tudjuk azért, hogy az rossz. Tehát van abban igazság, amit ő mond, de ő egy véglet. Tehát, hogy nem egyértelmű. Teljesen abszolút véglet. Hát semmiféle állati fehérjét nem eszik. Semmit. Abszolút semmit nem eszik. Hát tudom. Azért ezt kevesen tudják megcsinálni. Kevesen tudnak így élni. De hát legyen két jó dolog, amit elmondsz. Meg az ő érvelés is, tehát hogyha hozzafele ellenérveket, hát nyilván tudna már rá valamit mondani, mert nagy tudású ember, de hogy például ott vannak a kaukázusi népek, húson és tejen élnek gyakorlatilag. Nincs más. És nézd meg az átlag életkorukat. Hát nem a 60 év, a jellemző rájuk. Igen, és nem lefelé megy, fogadjuk. Bizonyám. Az a baj, hogy szerintem ez ennél sokkal összetettebb. Tehát valószínű, hogy viszont nem biztos, hogy jobban esznek, sőt az is lehet, hogy mondjuk a hús és a tej az mondjuk nekünk európai népeknek rosszabb lenne. Csak te még stresszelsz is, van egy csomó pszichoszomatikus betegséged, ott a genetika, ott vannak az öröklött dolgok, ott vannak a hajlamok, lásd rák vagy cukorbetegség. Hát azért, ha a családban a felmenők között volt, sajnos ez bebizonyított tény, hogy genetikailag azért veszélyeztetettebb vagy, mondjuk nézzünk egy cukorbetegséget vagy egy rákot. Tiszta vizet isznek, nem stresszelnek annyit, nem veszik magukat körbe, különböző kütyükkel, nincs elektroszmog, nem kap gyomorfekét, mert nem ideges, más a stressz, nem fialt így van. Jó, vagy nem adott elég tejet a tehén. Te már birkákat téli legelőn is hallottad egyre közelebbről, hogy hau! Tehát azért igen, a természeti népek nyilván sokkal nyugodtabbak. Hát mi mindenféle kapcsolatot elvesztettünk a természettel. Nem stresszelsz, rosszul leszel, próbálsz jó lenni, egy csomó környezeti hatás van, rossz a víz, amit iszol, ha nem tisztított vizet iszol, rossz a kaja, amit megeszel. Hát én nem gondolnám, hogy ezek a népek egyébként antibiotikumot adnak az állatnak, hozamfokozót adnak az állatnak, telenyomják gyógyszerekkel, úgy etetik a csirkeiket, ahogy mi etetjük a csirkeinket. Hát szóval, hogy itt azért ez több összetevő, mint hogy a húsos egészséges vagy nem egészséges, ez több mindenről szól. Hát ott náluk minden milyen az bio, a hús, amit te meg, így van, milyen nem, az nincs a... is ilyen fogalom, hogy bio, mert minden nem, az. Mi az, hogy nem bio? Elképednék szerintem, ami valójában tudnánk, és tényleg tisztában lennénk azzal, hogy valójában mi mit eszünk meg itthon Magyarországon. Egy-egy étterembe hús címszó alatt, vagy bolba, vagy egy sima csirkemel, nem? Feri? Ez így igaz. Szóval, hogy mitől sárga az a csirkemel, hogy ezt mitől ekkora, hogy megsütöd, megveszed a fél kilót, egyébként 30 deka lesz, mert fölpumpálták vízzel, vízmegkötők vannak benne, színezékek vannak benne, szóval, hogy na, így aztán ehhez te egészségesen, pont 40 évesen kapsz majd rákot, mert szóval nehéz. Sok mindenből tevődik ez össze. Na de azt mondd meg, hogy akkor összejöjjük, és este egy kisgatyában megnézzünk egy jó terapatrikot, és aztán felpukkantunk, vagy közben egy jó céklás üveget. Nézd, ha én veled egyszer terapatrikot nézek, ott vörösbort fogunk inni itt. És nem keveset. És egész biztos, hogy nem keveset, cékla. Igen. Cékla. Bulizzál már céklára. Jaj, édesem, hát ő így bulizik. Én kicsit ezért szeretem, igen. Nagykátán mérik a Cegléd felé tartókat. Csöpi a HRM vezér küldte nekünk, aztán Nyíregyházán mérnek a Tiszavasvári úton. Petya írta, M0-ás kistarcsa az Osannál, baleset, rendőrmentő már a helyszínen. Baleset az M0-ás Ecseri lehajtójánál, így van, ezt az előbb mondtam, kistarcsa felől, egy sáv járható, Roki Balboka üzente ezt nekünk. Sajó szerint Szentpéter és Miskolc között a régi BM előtt szintén van egy trafi, ez a 26-os számú fő
főutat érinti. Galaxis Peti küldte nekünk. 11-es úton a Kalászi elágazásnál Budapest felé két autó egymásba futott. A belső sávban lassan torlódás várható. Csaba üzente, aztán a 133-as kilométernél az M7-esen mindkét irányban mérnek, M88-84-es kilométer szintén trafi, és Szadán a Dózsa-György úton egyre erősebb a forgalom, ezt Erik is elküldte nekünk. Na, 9 óra után vendégünk lesz, érkezik hozzánk Király Viktor, ez az. Róla szól most minden, hát és ez egy nagyon nagy dolog, amit ő végrehajtott egy szakmai zsűri előtt, ugye, a Voice című műsorban mind a négyen megfordultak. Neki talán nem tudja mindenki, hogy ezt a műsort adta a TV2, ugye, és ez volt az, amikor a zsűri tagok ugye háttal ülnek, és csak a hang alapján döntik el, hogy kell nekik az illető, vagy nem kell, megnyomnak egy gombot, és megfordult az ominózus nagy piros szék. Ez volt a Voice, ezt láthattunk talán egy évadot ebből itthon, ugye? Mezőmisi karamell volt egy évad belőle. A TV2 adta, és ennek az amerikai megfelelőjében, vagy az eredeti amerikai változatban Király Viktor megmérette saját magát, és mind a négyen megfordultak neki, ráadásul nagy nevek fordultak meg. A Gwen Stefánia, köszönöm szépen, így van. Bizonyára. Pharrell Williams. Szóval sokan voltak, nagy nevek voltak. Fájvos emberünk. És tulajdonképpen ő választhatta ki, hogy ki legyen a mentora. Hát, és azért nagy nevek. Azért az nagy dolog. Nagyon nagy. Hogyha belegondoltok, tehát ez a fantasztikus ebben a műsorban, hogy ugye a mi tehetségkutatóinkkal kapcsolatban is mindig elmondják, és van benne némi igazság, hogy be lehet futni azzal, ha megnyersz egy ilyen műsort, hogy megmutatod benne magad. De most az amerikai Voice-nak az esetében, vagy mondjuk az American Idol-nak az esetében semmi túlzás nincsen benne, hogy ha ott megismernek, ha ott meg lesz. Nem is kell egyébként megnyerni a versenyt, mert bejön. Lehetne számtalan példát akkor hozni, futni, ha már képernyőn vagy, simán befuthatsz. Igen, hát ráadásul anyanyelvi szinten beszéli a nyelvet, kettős állampolgár, ugye ott csak amerikaiak indulhatnak abban a műsorban, tehát más, mondjuk az X-faktor. Úgyhogy hát minden esélye megvan, így van. Azt hiszem, talán ő a Maroon 5 énekesét választotta. Azért így az van. Az is nagy dolog. És ott elmondta a műsorvezető srác, hogy az, hogy mind a négyen megfordulnak, az nagyon-nagyon ritka. És jó irányba. Ráadásul, és nem kimennek a bőven pisillékkel. És működik a szék. Sárcok, megállunk, látok? Rohadtul fa, ez már a 10. körön valaki állítja meg. Műszak! Átvilágítunk. Kövessétek. Reklámot! Szóval Király Viktorra folytatjuk. Na, és van még valami, sűrű a ma reggel, de nem baj, ezt szeretjük, sűrű a reggel, mert hogy változik a hármasugrás, átettük 9:30-ra, ezt már mondtuk tegnap. Lesz egy beugrója a játéknak, ami egy baromi egyszerű dolog, csak hogy legyen valami minimális kés tétje. A dolognak így 8 óra 55 környékén mindig lesz egy pici játék, ami a 9:30-es hármas ugró beugrója. Tulajdonképpen már mutatjuk is, hogy micsoda. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Most figyelj! Hello! It's my... Hármas ugrás a Morning Show-ban. Hármas ugrás, de nem most, ez csak a beugró, a játék baromi egyszerű. Fülelni kell, és ismerni azokat a dalokat, amik itt szólnak nálunk, és fel kell ismerni. Fel kell ismerni legalább egyet a mixünkből. Tehát mutatunk, ha nagyon szigorúak vagyunk, kettőt is, ezt most még eldönthetjük. Látszívű vagyok, kettőt. Már kezdjünk a szigorúból, és onnan tudsz engedni. És egy hét után megy. Egyet. Na jó, feled. Igen. Na jó, sugunk. Nem, baromi könnyűek egyébként. Jó, legyünk szigorúbbak. Fel kell ismerni minimum kettőt az öt dalból, és el kell küldeni nekünk SMS-ben, hogy mit hallottatok. A játék ugyanaz, mert eddig azt küldtétek, hogy jelentkeznék játékra, most ugyanígy egy SMS-be kerül a jelentkezés, tehát nem arról szól, hogy plusz SMS-ek legyenek. Csupán csak fülelni kell egy kicsit, megismerni a Class FM Morning Show dalait, és elküldeni kettőt, két jó megoldás, hogy mi szólt ebben a kis mixben. A jó választ adok közül pedig ugye 9:30-kor kisorsolunk valakit, visszahívjuk és ő játszhat. A dalrészleteket egyébként itt élőben DJ Otis scratcheli össze. Öt lemez játszon, öt bakeliten. Na de ahogy én scratchel, nem scratchel úgy senki, jó? Úgyhogy mutatjuk az elsőt, ez a mai beugró, fülejetek, küldjetek el, és aztán 9:30-kor játszunk. Hello! Ebből hatot hallok. Megírok. Na. Fújnak a kezed füstöl. Jó voltás. Ennyi. Jó, még egyszer? Na jó. Segítség kedvéért, még egyszer, jó? Hello.
Na, kettő darab dalt szeretnénk. Előadót tök szeretnénk, olyan, dalcímet. Egyel kevesebb lett volna, mint először. Mindig lecsipentünk egyet, és már teszünk be helyette. Hogy bonyolultabb legyen. Kettőt küldjetek el nekünk, vagy előadó dalcímet, jó, és akkor fél tízkor valakit kiválasztunk a játékra. Mi pedig Király Viktorral folytatjuk. Ákos, ide jutam. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, 9 perccel. Szép reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk. Tele vagyunk fontos információval. Talán a legfontosabb, hogy hétfőn egy kitelepülésünk lesz. Végre megyünk. Igen, hétfőn lesz egy kitelepülésünk, ez így szép. És végre újra elindulunk, így van. Méghozzá a föld alatt leszünk egészen 10 óráig. A 4-es metró vonalán teszteljük a 4G-t, viszünk rengeteg ajándéktelefont magunkkal, ezeket meg lehet nyerni. Lesz nálunk tényleg rengeteg minden, és hát ezt betudhatjuk egy budapesti kitelepülésnek is. Igen, akár, ha van kedvetek bennünket megnézni, hogy rádiózunk a föld alól, hogy néz ki a stúdió a metróba szerelve, hogy hova megyünk, mit csinálunk. Ugye ez egy nagy hosszú kocsi, valamelyik végében ott leszünk, oda tudtok jönni, meg tudjátok nézni, hogy készül a műsor. 6-tól 10-ig mi a föld alatt leszünk, és metrózunk. Remélhetőleg minél több budapesti és nem budapesti hallgatónkkal. Hogy veszük át a hatalmat a metrókocsi vezetésén, ami most automatikus. Hogy ezt még nem találtam ki, de dolgozom az ügyem. Valahogy oda bejussunk. Meglehetősen szigorú feltételeknek kell megfelelni ott a föld alatt. De megpróbálunk bejutni. Megoldjuk. Hogyha Balázsnak esetleg a hacker képességei mondjuk így csődöt mondanak, én a biztonság kedvéért viszek egy pajszert magammal. Más nem. Igen. Manuálisan, de valahogy bejutunk. Ugye, mert hogy ezek már sofőr nélküli metrók, ugye? És tehát, direkt. És így van, teljesen tudatosan, tehát nem költségkímélés, nem létszámleépítés, hanem abszolút. Ezt teljesen. Így is tervezték. Teljesen tudatosan, milyen fura, hogy beszélünk róla, és az egyik kereskedelmi csatorna, egyik reklámban éppen az egyik 4-es metró megállót mutatják. Ezt a kockákról fölismered, hogy ez a 4-es? Ez a kis mozaikok, ez a 4-es, ez a Gellért-hegyi megálló ráadásul. A tenyeredben van a 4-es oda-vissza. Hát megőrülök, nézd meg. Ez pedig autózik. Úgyhogy hétfő reggel ott vagyunk, jó? Gyertek, látogassatok meg minket. Bali a metrón, ez már önmagában is, ugye? Nagyon hát ez, jó. Ez tényleg rám jár a rúd, azért vonaton, metrón. Vonat, metró. Decemberben kopaszon. Ez nem, tényleg. Ez nem minden. Passzus. Ez a te éved. Mi jön még? Rohadtul nem az én évem. Troli meg de a pont hét. A tiéd. Pont, hogy a tiéd. Ezért új dolgok, új dimenziók. Új haj. Új lehetőségek. Mi egy sapka szponzor, hogy mire gondolsz? Tehát, hogy a kopasságban mi lesz a lehetőség, ha addig nem gyújtasz rá, vagy olyan aljas, és tényleg leszoksz, akkor mi az új lehetőség? Te leszel ahol? Az RTL trutkója a sapkában. Azt egyébként? Nem, három számmal nagyobb inget akkor se vennék fel, azt ha nem, a szerződésen beírnám. Akkor inkább felmondanék. Nem. Szerintem egy agymosás után, egy elektrosok, meg egy lobotomia után sem lenne akkora visszalépés mondjuk így az ízlésedben, hogy úgy ötözél, mint ugye? Tehát, nem, hogy azért, tehát, hogy igen. Na, nézzük az SMS-eket, mi a helyzet az utakon. A Szentendre úton befelé az Árpád híd előtt két autó koccant, a középső sávban már most óriási a torlódás emiatt. Puszi Pacsi Gyuri küldte nekünk, aztán a Megyeri híd Buda felé elesett, mert hogy baleset van rajta, és Körös Ladányban a 47-esen mérnek. Kaptuk ezt is SMS-ben. Na, Király Viktor pedig úton van hozzánk. Jön, pillanatokon belül megérkezik. Ő ugye hát óriási sikert aratott az amerikai Voice című műsorban. 4 zsűri közül minden 4-en megfordultak a mágikus székekben. Megnyomták a gombot. Forgószékekben. Az egész brand a szék forgásra van kihegyezve. Igen. Hát ezek mágikus székek, mágikus mozdulatokkal. Az összes többi, ez mind stimmel, mind kompatibilis. Az összes másik ilyen jellegű műsor, de ebben forognak a székek. Halálosan egyszerű ötlet, de mégis jó. Ugye vakon énekel, már hogy aki énekel, az csak hallják. Egy vakult a király. Mi van? Vakon éneket. A többiek pedig csak a hang alapján döntik el, hogy kellene nekik az énekes, vagy nem, minden 4 zsűri rányomott. Amíg Viktor átverekedi magát a budapesti forgalmon, csak egy mondat repülős Giziről, mert hogy vannak dolgok, vannak jelenségek, amiket én nem értek ebben az országban. Repülős Gizi, hát ugye 3 hónaponta halljuk, 3 havonta, hogy repülős Gizi újra lecsapott. A tolvaj legenda, szól a hír. Igen. Önmagában már nem is értem, hogy lehet valakit így hívni. 88 éves tolvaj legenda egy hajdúszoboszlói lakásban tűnt fel, pontosabban a szekrényben. De már csak egyből ott volt?
elképesztő a dolog. Jó, jó. A történet annyi, hogy a sértett állítólagosan kiugrott otthonról kávézni. Eközben megérkezett Gizi, Gizi néni. A kis Gizi néni, és mivel hallotta, hogy az illető visszajött a kávézásra, ezért bemászott a szekrénybe. De itt még nincs még a történetnek, a férfi kihívta a rendőröket, feltehetően nem tudta ugye, hogy hát ki látogatta őt meg, ki tisztelhet. Gizi pedig teljesen magabiztosan azt mondta, hogy szállást keresett, mert zuhogott az eső. És annyira félt, bement az első házba, amely az útjába esett. Állítása szerint a kiskapunál nyomta a csengőt, majd kiáltozott is, de nem ment ki senki, azért ment beljebb, hát ha előjönnek a háziak. Ekkor támadt rá a ház tulajdonosa, állította repülős Gizi, ezért bemenekült a szekrénybe. E, nagyon jó. Gyerekek, szóval azt kell mondjam, hogy zseniális. Több dolgot nem értek. Egyrészt, ha én betörök valahova, elvisznek, és valószínűleg börtönbe kerül. Hogy van az, hogy két hónaponta ő be tud törni valahova úgy, hogy aztán mindig kiengedik? Mert hogy van az, hogy valaki tolvaj legenda, és újra szabad lábon van, és újra, és újra, és újra meglop embereket? Nem kéne ennek a nőnek börtönben lenni? Mert nem lopott meg, látod, most is csak a vihar elől ment be. Így van. És a, szekrényben is csak egy eső kabátot. Igen, vagy nagyon félt. De két hónap ezelőtt lopott. Volt. Fél évvel ezelőtt lopott. Rajta kapták ékszereket, pénzt vitte. Hogy tudok ennyit lopni úgy, hogy mindig azt mondják, hogy kiengednek, megint kiengednek, nem ítélnek el, nem jogerős. Hogy van ő szabad? Hát lehet, hogy azért, mert a börtönben is tovább csinálja, és azok se bírják már. A gumibotom, a bilincsem, a rohadt élelmet, a cigit. Üntessétek már el ide ezt a nőt. Ezt nem értem. De közben 88 évesen még mindig mennyire fényes, nem? Tehát, hogy felépítette a védekezést, kitalálta, szakadt az eső, nem tudom, hogy aznap tényleg esett az eső, és ő bebújt a szekrénybe és védekezik. Hát és nem várva, és úgy tűnik, a tulaj. Úgy tűnik, hogy még mindig nagyon egészséges. De mi lehet a titka? A céklali, a rezveratról. Megismernétek a repülős Gizit, ne behozzátok? Én azt gondolom, hogy egyébként nem tudnám, hogy ő az. Én nem tudom, ő hogy néz ki. Nem. Nagyon ritkán lát róla az ember egy. De azért furcsán lát, hogy a szekrényben széthúznád így a szekrényt, a tulajtokat, és... Nem. Visszahúzni nem lehet. Ez biztos, hogy nejem ajándéka este. Így van. Istenem, mennyire ismer, micsoda csodálatos az, hogy tudja, hogy mire vágyok. Nem leplezem le az ajándékot, ez majd este lesz. Elmegyek zuhajozni, aztán jöjjön a néni. Egy póló? Idős néni is mintával? Nem emlékszem. Nem emlékszem, hogy ilyet kérte. Csak ott van a repülős Gizi a szekrényedben. Hát ez mit csinálsz? Kitessék eled, és akkor egy ilyen helyes, aranyos idős néni, aki zavarban van, és valószínű arra appellál, hogy megsajnálod. Jaj, csak bemásztam a szekrényedbe az eső elől. Láttam, nem volt helyes, aranyos, kedves idős néni, de egyébként fura. Tehát, hogy mert egyébként egy tolvajjal, egy rablóval, egy betörővel mit csinálnál ellenkező esetben? Hát semmit, hívod a rendőrséget, kiabálsz. Hát nem. Most a néni vagy ennyire nem százas, vagy ennyire okos. Nem tudom, hogy melyik. Tehát, hogy ő gátlástalan. Kleptomániás, tehát, hogy valójában tényleg beteg. Oké, gátlástalan. De hogy közben azért, tehát egy okos, és ezt ő így védekezik, és így összerakva, vagy teljesen elmentek otthonról, és már azt se tudja. Szerintem, ha elmentek otthonról, nem találsz ki ilyet, mert ez egyébként jó a sztori, hogy azt mondja, hogy esett az eső, be kellett mennem, rám támadt a tulaj, mert azt hitt, hogy én lopni akarok, akkor kerültem a szekrénybe. Tehát egyébként megállja a helyét egy 88 éves idős hölgytől, hát nem. Mondjuk ezek standard sztorik, tehát hogy az ő hosszú-hosszú pályafutás alatt ezek már azért beépültek, ezek a panelek. Aha, bekéreckedtem, mert szomjas voltam, de nem jöttek ki a háziak, stb. Aha. Tehát, hogy azért nála ezek a dolgok már évtizedek óta működnek ezek a történetek. Igen, és ez szenzációs. De nem csak az, hogy bemegy a szekrényedbe és ellop valamit, hanem utána még megvádol azzal, hogy te egyébként rátámadtál. Tehát a néni meglehetősen pofátlan is. Igen. Azon kívül, hogy két havonta megpróbál elvinni aranyat, ékszert, ezüstöt, gyűrűt, mindent. Ráadásul nem azt mondja, hogy igen, bejöttem az esélyen, hanem hogy rátámadt. Így van. És bemenekült a szekrénybe. Ki a bűnöző? A tulaj. Így van, mert kellett csavarni rajta egyet, érted? Uh-huh. Akkor ő veszélyben volt, szegény öreg asszony. És így már mindjárt bíróság. Igen, csak mondjuk kinek hisznek, tehát hogy ott van egy ember, akinek valószínűleg van érvényes erkölcsi bizonyítványa, meg ott van egy mondjuk így kedves idős asszony, akinek van egy robot múltja, ami cirka 50 évre tekinte vissza. Nem, tehát, hogy kinek hisznek. Jó, gyerekek, ha hétfő délelőtt felbukkan, én minden 70 pluszos nénit picit átnézek, ráállítok valakit, tehát ott nem. Ha megjelenik, azért az ott fura lesz. De mit csinálsz? De azért hívod a rendőröket, te nem? Izé, hogy hívják, kávé, tea. A telefonomat vissza, a tollat,
Feri öngyújtóját. Elképesztő. Nem értem egyébként, hogy hogy tud valaki így lopni két havonta, hogy aztán mindig újra tud lopni. Tehát, hogy megbocsáltak már neki. A hatóság miért van olyan, hogy aranyos időszennél is nem csukjuk le? Szerintem, hát ilyen nincs. Hát, nem, már nem vitte el semmit. A bűnöző statisztikák már megoldottak, én meg azért nem annyira pozitívak, hogy mondjuk hogy azért tartanák kint, hogy legyen folyamatosan mellójuk. Na de nem tudják bent tartani, mert bent meg nincs hely. Igen. Na jó. Hát akkor foglalkoztassák a konyhán. Rabkonyha, az, hogy mindent ellopna. Nem csak lopni. Hol van a merőkanál? Megint hol van a merőkanál? Na mindegy, érdekes a dolog, de kíváncsiuk, hogy hol és mikor fog újra lecsapni. Viszont mi vással megyünk tovább, mert hogy megérkezett hozzánk, várjál, lónyerítés van, így van. Megérkezett hozzánk Király Viktor, hello, Viktor, jó reggelt. Sziasztok, hello, ciao. Hello. Na, hát most mindenhol ott vagy, és mindenki veled akar beszélni, mindenki téged akar, látom, hogy szinte egy ilyen média turnén vagy az elmúlt egy-két napban, nem? TV-k, rádiók. Nem aludtam sokat. Nem aludtál sokat, de azért ez egy kellemes teher. Igen, mindenképpen. Nagyon örülök, hogy egyébként itt lehetek. Sziasztok, jó reggelt. Hello, ciao, köszönjük szépen. Ilyen ló halálában vágtál át egyébként a városon, mert egy kora reggel még a mokkában ültél, és aztán jöttél ide. Így van. Na, egy kicsit a műsorról magáról, mi elmondtuk, hogy ez miről szól, ezt igen, ugye adta a TV2, és ez a Void című műsor, 4 zsűri ül, csak hallanak, de nem látnak téged. Nektek jelentkezésnél elmondták, hogy ki lesz a 4 zsűri? Tehát te már úgy mentél oda, hogy tudtad, hogy ki az a 4 ember, aki előtt énekelsz? Nem, én azt tudtam, hogy ki volt az előző szezonnak a 4 zsűrije, és ugye ott volt egy kis változás, a Gwen Stefani helyett volt a Christina Aguilera, és csak jóval később derült ki, hogy a Gwen Stefani lesz a Christina helyett, aminek én személy szerint nagyon örültem. Szóval, miért nem bírod a Christina? Nem, én bírom, szóval bírom a tehetségét. De a Gwen Stefani én közelebb áll hozzám. Aha. Zeneileg, meg én emlékszem, egyébként a Lindának a nagy kedvence volt a Gwen Stefani, a No Doubt, hogy a zenekara, és ezáltal én Amerikában 13 évesen folyamatosan a fejembe csöngett a No Doubt dalok, így a kocsiban, ezért közel áll hozzám nagyon. Az igaz, hogy nem is te adtad be a jelentkezést? Tehát, ez nem igaz. Is tudtál arról, hogy... Fogadjunk, hogy a fater volt. Biztos vagyok benne. Nem, a Linda volt. Egy, tudtam róla, szóval benne volt a fejemben ez az egész történet, de nem vagyok annyira büszke erre, de ennek, én féltem, én nem akartam jelentkezni. De volt elég önbizalma, hogy azt mondtad, hogy megpróbálnám, de nem jelentkezem. Így van. Hát volt egy pár koncertem New Yorkban is. Mindig az volt a végeredmény a koncert végén, hogy úristen, Viktor, úgy énekelsz, neked jelentkezned kell a Voice-ba. És mindig ez volt a vélemény. És ez mindig a Linda mondta? A Linda is. És én ezt így megköszöntem ezt a dicséretet, de úgy így azt mondtam, hogy hát én nem fogom kipróbálni. A Linda meg úgy gondolta, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy ő majd titokban bejelent. Aha. De csak amerikai állampolgár jelentkezhet, ugye? Vagy így hát, te ugye kettős állampolgár vagy, ha jól tudom, de nem mehet bárki, mint mondjuk az X-faktorba, hogy bármelyik angolszász országból lehet jelentkezni. Az egyetlen, egyébként pont a szobatársam, egy ír csávó, ő az egyetlen a versenyben, akinek van zöld kártyája, és úgy tudott jelentkezni. Szóval. És egyéb kizáró ok ilyenkor nincs, hogy mondjuk Magyarországon megnyertél már egy tehetségkutatót? Nincs, mert egyébként pont az ír csáv, akit beszélt, ő Angliában megnyerte az angol meg, aztán 2000-ben. Aha, szóval, és akkor ettől függetlenül ide lehet meg. Igen, tök jó, Feri úgy mondja, ez mint a szépségkirálynő választások van, a pikáns fotók régen, amit ilyen volt. Nem, mert azért gondolkodtam, nem, most a Balázs felvezetőjénél gondolkodtam pont, hogy ugye most a szenzáció, de hát ez a fiú, a Király Viktor itthon sztár. Érted, nekünk itthon sztár. Nyilván, hogy nagy dolog Amerikában bármit letenni az asztal. A Voice úgy indult, én azért utána néztem, miután a Linda beküldte a jelentkezés, hogy azért mivel is vágom a fejét. Hogy kell mondani, vágom a fejét? És utána néztem, hogy ez Hollandiában kezdődött. Ez egy holland ötlet. Csak ott nem volt sikeres, igen. De sok helyen nem működött ez, igen, a formát. Igen, sok helyen nem működött. És Angliában meg Amerikában működik. De minden, annyi a lényeg, hogy utána néztem. Az alap ötlete meg az egész műsornak az, hogy olyan énekeseket tudjunk megmutatni, akik már egyébként elértek valamit, csak valamilyen szint, valamilyen oknál fogva lecsúsztak. Aha. Na most ezáltal az azt jelenti, hogy bárki jelentkezhet. Szóval lehet ötlemes szerződésed is.
Jó, világos, igen. Csak ugye olyan furi volt pont, hogy te kezdted el mondani, mondom, te ezt a fiút itt mindenki ismeri, hát most mit, miért most nagy sztár, eddig is az volt. Hát nálunk igen, de hát igen, azért, igen, hát azért a kettőt nem lehet összehasonlítani, igen. Persze, hát ilyen nevek előtt énekelni azért az nagyon nagy dolog. Te úgy mentél oda, hogy amikor már tudtad, hogy kik a zsűrik, vagy kik a mentorok, akkor te választani akár akartál valakit, de végül nem őt választottad, én ugye? Én a Pharrell Williams-t akartam választani, mert én egyébként zeneszerző vagyok, és ezáltal a Pharrell Williamsnek a munkásságát nagyon elismerem, és ezáltal nagyon-nagyon akartam hozzákerülni. De aztán igazából Adam Levine az olyan szépeket meg jókat mondott rólam 15 percen meg keresztül. Ő fordult meg elsőre. Ő állt föl utána, és már biztatta a többieket, és mondta, hogy én még tapsolok. Szóval igen, annyira jókat mondott rólam, és annyira biztató szavakat, hogy a jövőben is próbálni fog segíteni, meg ilyesmi, hogy egyszerűen rájöttem, miközben mondta, hogy igazából akitől tudnék ebben a műsorban a legtöbbet tanulni, az Adam Levine. Ugye, mert nagyon hasonló egyébként szerintem a zenei stílus, ha hozzáteszik mondjuk a Fire-t egy Maroon 5 dalhoz. Aha, nagyon tök hasonló az egész ilyen pop-rock világ. Ő mondta, hogy akár meg is nyerheted, nem? Tehát igen. Azt mondott, az ő szájából hangzott el. Hát azért ezek nagy szavak, azok nagy dolgok, hogy meg a Blake Shelton is mondta. Igen, az elején az egyik zsűri azt mondja, hogy na te vagy az, aki akár ezt a műsort megnyerheted, meg van a tudásod, a hangod, a hangszíned, a technikád. Hát azért ezek nagy dolgok. Nagyon nagy dolgok, de akik a legviccesebb dolgokat mondta, az a Blake Shelton volt a country énekes, ő megfordult, és azt mondta, hogy oh my god, he's white. Ugye, hogy fehér. Ezt mondta meg a végén, amikor nem őt választottam, mert ő is úgymond harcolt értem, akkor azt mondta, hogy egyébként is túl magas a haja. elindult az internet egy ilyen dolog, hogy hashtag túl nagy a haja, meg hashtag he's white. Tudod, nagyon vicces az egész. Az igaz, hogy most benne vagy abban a háromban, akit a legtöbben megnéztek, mint produkció? Én erről nem tudtam, azt viszont tudom, hogy rohamosan nőnek a számok minden értelemben. Szóval a weblapon itt vannak a produkciók, mindenkinek a produkciója, és hát te a top 3-ban vagy benne, akit a legtöbben megnéztek, közel ilyen 200-300 ezeren nézték már meg egyébként a produkciódat. Ma reggel 600 ezer. Ma reggel 600 ezer. Jó, kicsit mi is rákültünk. Jó, kicsit a hekereikre álltak. 600 ezer, hát ez elképesztő. Elképesztő, meg tegnap volt életem első nemzetközi úgymond telefonos sajtótájékoztató. Szóval is egy nagyon érdekes történet volt. Sokat kérdeztek tőlem. Szóval ez egy sajtótájékoztatóban az előfordul. Azért, nem csak a magyar sajtótájékoztató. Nem csak az újságírók, nem csak a Pogácsára mennek. Azért ez más országokban néha még kérdeznek is. Azért ez csak nálunk fura, hogy mindenki enni jön. Igen. Főleg, ahol mondjuk meleg ételek is vannak, hogy kihűljön. Kérdést is, akkor menjetek el. Nem csak voltunk, hogy 80 énekesek így ebben a konferenciás telefonos konferenciában, és ugye így sok kérdés hozzám irányult, ami tök jól esett, szóval. A konkrét munka mikor kezdődik? Hát ez úgy működik, hogy ugye nem tudok semmit elmondani. Ez az egyik. Ami most kiderült, azt nyáron vettétek, erről most már beszéltünk. Tehát amit látunk, gondolom, ez egy nyári casting, és most került adás, ugyanúgy, ahogy itthon. Ez egy elő, ugyanúgy, ahogy itthon van egy pár előforgatás. Én nem tudom eldönteni, hogy meddig jutottam, azt izguljunk tovább együtt, de a struktúrája a műsornak az annyi, hogy van a vak meghallgatás, utána van a párbaj, utána a KO, ugye a knockouts, és ha ezen a három előfelvett válogatáson túljutsz, akkor mész az előbb a élő válogatáson. Emlékszem, igen, ez így volt a tévéket, hogy jöttek, és akkor párbajt énekeltek, a két zsűri ott nagyon izgult, mindenki mondott valami kis beszédet, hogy akkor kijön, és akkor ilyen ringszerűen volt megcsinálva, ugye? És igen, ott minden csapatban túl sok ember van. Igen. Ugye az Adam csapatban, amikor kezdik, nem is tudom hány ember van, de le kell szűkíteni. És akkor csapaton belül versenyzel, ugye párbajzol valakivel, hogy leszűküljön a csapat. Hogy végül az élőadásban top 20 legyen, és így megy a struktúra. A sztárok milyenek? Lehet veled bandázni, haverkodni, oda menni hozzájuk, vagy azért nagyon nagy sztárkultusz van, külön lakókocsiba voltak a forgatáson, nem lehetett a közelükbe menni, vagy jöttek, mentek, bandáztak közöttetek? Hát annyit tudok mondani, hogy a vak meghallgatáson nem volt esély találkozni velük. Bementél, énekelték, kijöttél. Igen. Nagyon, szóval tényleg borzasztóan szigorúan fogják fel az egészet. Én is előző este 10-kor kaptam egy e-mailt, hogy holnap fogsz fellépni a vak meghallgatáson.
gyorsan. Szóval az nagyon gyors. Én nagyon remélem, hogy ez meg fog változni, hogyha ugye kövekező a párbaj, akkor elvileg ugye benne is van írva a forgatókönyvben, hogy együtt dolgozunk az áramlavínnal, meg ilyesmi, és aztán remélem, hogy érdekes lesz. És akkor erről többet nem is tudsz mondani? Tehát ugye sajnos már megtörtént, nem. De mégsem történt meg, ugye? Mert hogy további felvett adások vannak, amikről nem nagyon beszél. Higgyétek el, hogy lehet, hogy azért vagyok már beteg egy 2 hete, mert szerintem a szervezetem nem bírja ezt a titoktartást. Hát eljutam hozzá, hogy most egy magyar kereskedelmi rádióban egyébként elmondtad. Hát el. Letagadjuk, nem? El. Tudom, hogy nagyon szigorú a szabályrendszer, tehát hát, ezt nem szabad kockáztatni, hogy ki mit mond. Igen, Jani. Meg hát a jó indulatú Csikizd emberek. Jó indulatú pályatársak azonnal fölnyomnák innen Magyarországról. Az meg a másik. Jó fej magyar újságíró biztos elintézni. Biztos lehet benne, felhívtuk a Voice amerikai szerkesztőségét, és elmondtuk, hogy amit. Hát akkor úgy beszélünk róla, hogy nem tudjuk, hogy mi van, de hát azért az ember eszébe jut nyilván, hogy egy ilyet megnyerni, az ott azonnali befutással jár. Jönnek a sztárok, a világsztárok, a zeneszerzők, és azonnal azt úgy mondják, vagy mondják azt, mint Magyarországon, hogy itt is elmennek egy X-faktor, mint a Rakoncaik, megnézik a tehetséget, és azt mondják, hogy neked akarunk dalt írni. Ez kint ugyanígy megtörtént, hát, hogy látnak, és azt mondják, oké, veled akarok dolgozni, akarok neked egy slágert írni. Ez így van, azzal a különbséggel, hogy ha ott egy ember ír neked egy slágert, és ez be is jön, akkor dollármilliókról beszélünk hát jogdíjban. Szóval, de én egyébként szeretném legalábbis úgy felfogni, és egyébként mindenki így fogja fel, és van csomó példa rá, hogy nem kell sok ebben a műsorban ahhoz, hogy már elinduljon egy karrier Amerikában. Nagyon-nagyon sok példa van, ugye, amikor elkezdtem utána nézni a műsorban, hogy hogyan sikerült ugye egyes embereknek. Nagyon sok ember csak a vak meghallgatáson már elindult a karriere. 15 millió nézik meg minden adást. Szóval, és ez csak Amerika. Más azért, mint egy Szulajmán nézettség, arról a téletben, hogy miért nem ott televíziózom, de tényleg, tehát miért nem ott van nekem is műsorom? Vali, nagy baj van, csak 18 millióan nézték a műsorodat, nem lesz jó, esik a nézettség. Kicsit más számok vannak ott, igen. Szóval, vannak más példák, akik mondjuk a 3 előválogatón túljutottak, de nem jutottak be az élőadásba, és komoly lemezszerződésük van, és nyomják, és az Instagramon nem tudom hány 100 000 nézettségük van, szóval én is most tapasztalom meg, hogy egy adásban voltam, és olyan szinten rohamosan nő a közösségi oldalak, hogy valami hihetetlen. De ilyen egy est alatt felmegy 20 000. És ez már ilyen konkrét megkeresés is volt, hogy mit tudom, hogy rácsörgött Alice Cooper, hogy jól lenő a csorda vokálban. Igen, vagy bejelentkezett Avancsi. Igen, vagy mondjál annyit, hogy yes. Vagy hívogat-e már Pitbull. Nem, de viszont megkaptam az első Missouriból autogram kérésemet, szóval. Wow! Hát más piac, igen. Szóval, hogy azért nagyon más piac, igen. De nagyon örülök, és nem tudom, mit akartam mondani. Hogy nagyon örülök. Hogy érezzük, hogy ezt őszintén mondod. Hogy lehet szavazni, ott is 12-21, mert ha megy az élő és ott vagy, akkor azért nyomunk rá egyet, csak nem biztos, hogy határon túl lehet. Hát ebben majd segítsen, hogy lehet esetleg például a külföldről, nem? Hogy éjjel 2-kor, nem tudom, vagy este 8-kor, hogy megnézzük amerikai idő szerint, oda kapcsolok, megnézzük, hát azért ott lehet szavazni, nem? Hát ez egy picit bonyolultabb a folyamat, hogyha ez tök mindegy, attól függ, hogy én bekerülök, vagy nem, ez a szabályok struktúrája szerint. Igen, hajnali 2-kor megy az élő adás, és akkor van egy élő twittelés. Abban nem hiszem, hogy olyan nagyon sok segítséget, hogyha tovább jutnék, ugye a magyarok, nem hiszem, hogy hajnali 2-kor fönt leszek, bár ki tudja, lehet, hogy az egész ország ilyen nagy táskákkal fognak kelni. Egyébként van az iTunes-on minden forduló után, ugye éneklek egy dalt. Most is, amit énekeltem, ez a What's Going On a Marvin Gaye-től, azt az iTunes-on már található, és letölthető. Ez is egy módja annak a továbbjutáshoz, hogyha bekerül a top 10-be, meg ilyesmi, akkor tovább lehet jutni. Mennyire jól kijön azért az nagyon egész bizony. Nem, nagy biznisz. Applikációval letöltött, biznisz van belőle. Szenzációsan csinálják. Ott is Viktor királyként, vagy Király Viktorként, vagy miért nem Viktor King, vagy King Viktor? Miért így indultál? Gondolkoztam sokat ezen, tényleg? Csak aztán rájöttem, hogy szerintem nagyon hasonló az a Viktor King egy ilyen pornó névre. Ezért... Hát valami nem rossz. Mr. Big King. Ezért gondoltam, hogy így Hollywoodban, a Silicon Valley-ban nem. Mondjuk ez jól jönne, szóval egy ilyen extra B-tervként ilyen pénzkeresés. Igen, hogyha ez nem jön be az éneklés, akkor még mindig ott van. Akkor jöhet a Viktor King. Ezért maradt... Király, szenvedtek vele nagyon? Nem, a Király azért maradt, mert én így nőttem fel.
Szóval Amerikában engem így szólítottak az iskolában, én mindig is Victor Corrali voltam. Egyébként nekem furcsa volt, amikor idejöttem Magyarországra, és hirtelen megtudtam, hogy mit jelent a nevem. Mondom, ó! Mennyivel egyszerűbb lett volna, ezt tudod. Mondom, ó, király vagyok! Ezt ugye soha nem mondták a szülők Amerikában, hogy király vagyok. Szóval ez tök jó, tök nagy meglepetés volt, amikor idejöttem. Szóval ennyi. Szóval ezért hívnak Corrali-nak. Hát nagyon drukkolunk neked. Azért ez egy nagy dolog szakmailag és mindenhogy, úgyhogy bár nem tudjuk, hogy mi történik, és te már tudod, hogy mi történik, ezért ez egy elég fura helyzet. Mi nagyon drukkolunk, és kívánjuk, hogy sikerüljön. Hát az, ami veled történik, az szerintem minden színpadi ember álma, minden énekes álma. Kicsit mindenki ezért csinálja a sokat emlegetett tengeren túli karrier, a nagy karrier, a világhírnév. Hát erre most minden lehetőség megvan, úgyhogy próbálkozok tovább. Neked. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál Királyi Viktornak. Köszönjük szépen, Viktor! Drukkolunk, ügyes legyél! Köszönöm, köszönjük szépen! Szia. Fél tíz múlt, 4 perccel, jövünk mindjárt egy pici szünet után. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Be is játszhatjuk? Akarjuk! Oh, okay, bármi megtörtént. Menjen! Itt van a hallgatónk, mindjárt itt van. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy... Hát, amilyeneket megírt tegnap. Igen. Jól érzem? Igen, és most talán egy picit nehezebbek, mint a hét első felében. Nehezebbek. Mert jelezted, hogy... Jó, az nem baj, nehezítettél kicsit, de kell. Gréti, hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Gréti, honnan hívtál minket? Tatabányáról telefonálok. Tatabányáról. Igen. Hallottad a Viktoros beszélgetést? Amennyire tudtam, igen. Ja, hogy közben már dolgozol, gondolom. Igen, meg hát közben ugye hívtatok, de ameddig nem hívtatok, addig hallgattam, igen. Na, majd nekünk egy-két dalt mit ismertél fel? A Britney Spears. Britney, nagyon jó, így van. Igen, volt Maroon 5-os, volt Bon Jovi, Ákos. Nagyon jó vagy. Minden tudsz. Jó vagy, ez a beugró, ezen túl 55-kor 5 dalrészlet, abból 2-t el kell nekünk küldeni. Jól van, egyedül játszol, Gréti, vagy van, aki segít? Hát a párom figyel a másik szobából, és majd kiabál, összehozzuk, remélem. Ő ül az internet előtt? Nem, a rádió előtt. A rádió előtt. Igen. Jól van. Na, így szól az első kérdés, hát az gyépés kérdés tényleg, tehát az nagyon könnyű. Kiteremtette a történet szerint Törpillát a Hupigék Törpikék című rajzfilm sorozatban? Úristen. Gyépés kérdés? Törpillát kiteremtette. Hát a törpappa? Nem, ha nem mondjuk, nem. Hogy jó, akkor Hókusz még gyorsan javíthatnál. Hókusz Pók akart egy kis zűrt zavart okozni Törpfalván, ezért teremtett egy nőt, mert hogy ott mindenki pasi, hogy ez picit egy ilyen más jellegű település volt. Az Isten. Nagyon 2 éves voltam szerintem, amikor én ezt néztem. Ugye, azért mertem betenni elsőnek, mert hogy tegnap ez nálunk téma volt. Szóba is került, beszéltünk is róla. Tegnap nem tudtalak pont hallgatni titeket. Hát akkor ez most egy rövid játék volt. Gréti, puszi, a megoldások jók voltak, amiket küldtél. Aha, lehet, hogy majd inkább akkor a Venu nén is játék. Lehet, hogy a zenei játék az jobban megy neked. Gréti, köszi! Én köszönöm. Puszi, ciao. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, hát ez egy rövid játék volt. Fél tíz múlt 6 perccel jövünk a nap legjobb pillanataival a reklám után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 lesz 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Csak egy pici ízelítő, hogy mit énekelt, hogy énekelt Viktor, mert hogy többen kértétek, hogy adjuk be. Csak a beszélgetés alatt nem nagyon hallottátok volna, azért nem akartuk, de itt van. Tehát ezt énekelt egyébként szenzációsan, tényleg. Jó, nem egy Zámbó Krisztián, de jó? Hát igen. Jó, azért egyébként is meg neved a szádra a nevét, jó? Mondj egy imád. Na. Hát ez volt az a dal, amit énekelt, és igen, jó kis dal. Többen kérdeztétek, hogy melyik csatorna adja, hogy akarjátok nézni, az NBC adja. Úgyhogy, ha van erőtök, akkor nézzétek meg az NBC honlapját, hogy mikor vannak már a felvett adások, mikor mennek, és akkor kiderül majd, hogy mi történt. Na jó van. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel.
Több témánk is volt. Egyrésztről kibeszéltük az iráni női foci csapatot. A hír zseniális, és nagyon szeretjük őket. Kiderült, hogy hát több férfi játékosa van az iráni női foci csapatnak, mint nő. Fogták a kis csadort, vagy burkát, vagy csadort, és ezt fölvették, és azt mondták, hogy oké, nem tudtok jól focizni, majd mi besegítünk, beálltak az iráni foci válogatottba. Férfiként a női válogatottba. Lebuktak. Már így arcérről is. Igen, megpróbáltuk elképzelni, hogy mi hogy tudnánk beépülni különböző sportágakba, és mi lenne, ha nőként kellene valamelyik sportágat űzni. Erről beszélgettünk, valamint vendégünk volt Tóth Gábor, aki kicsit kivételesen nem az ételekről, hanem az italakról beszélt, és kiderült, hogy egy jó pohár vörösbort se lehet nyugodtan meginni már esténként, mert hogy azzal is a pokorra kerülünk. Bizony, majd egy jó kis tormás mustot azt felpuhanthatsz, esetleg céklát, vagy valamilyen másik zöldséglevet. És teszek magammal egy kacsát, hogy reggel ne kelljen ágynevűt húzni. Szép világ vár ránk, szép világ vár ránk. Gáborra beszélgettünk, a legjobb pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A beszélgetés fent van a honlapon, mondom ezt azért, hát ha valaki nem hallotta, ugye a Bestoban azért mi sokat humorizálunk, nevetünk, de Gábor végig tudta mondani, úgyhogy a legjobb pillanatokat keressétek a honlapunkon. Adás után felkerül az egész beszélgetés, és akkor ott Gábor még jóval hosszabban, nyugodtabban beszélt erről, úgyhogy hallgassátok meg, hogy mit ígyunk és mit ne ígyunk. Ez kb. 25 perces beszélgetés volt, csak hát néha meg kell szakítani, egy picit humorizáljunk. Csabi, hello, jó reggel! Jó reggel, tehát akkor voltak hasznos információk. Természetesen. Volt, figyelj, hát tudod, a Gábor azért sokszor mond sokszor jót. Én azt hittem, a vörösborról ő egy kicsit jobbat fog mondani, nem tudtam, hogy az is ennyire tiltó listás, hát. Meggyőződésem volt, hogy napi fél pohár nem árt, de hát akkor marad a céklalé, meg a vörös szőlő mag, must, meg nem tudom. Jó, az egész dolog legmegdöbbentőbb az volt, hogy a Feri tejet ivott. Tehát, hogy ennél megdöbbentőbb információt régen hallottunk már azért. Elképesztő durva dolgok történnek itt. Valaki tejet iszik, sajtot, túrot, Jézus Mári. Hívjuk a nap hallgatóját. Hát jó, most nem akkor. Ez most nem sikerült. Rendben van. Na, hétfő metrózunk, nem elfelejteni. Jó, holnap még vagyunk, csak mondom, hogy hétfő reggel 6 órától 10 óráig teszteljük a 4G hálózatot, és lent leszünk a föld alatt a 4-es metró vonalán. Lehet kérdésem ezzel kapcsolatban? Hogyne, Csabi, kérdezzél. Az tehát, hogy ez egy olyan jármű lesz, amiben bárki beszállhat. Tehát aki reggel megy dolgozni, akkor az beszállhat abba a kocsiba is, amiben ti vagytok. Tehát nem kell nekünk plusz autó, nem is vagy szerelvény, vagy jármű. Nem, csak nem egy külön járat. Nem. Mi a járat egyik végében leszünk magával a kihelyező stúdiónkkal. Egy ajtó nem fog nyílni, csak azért, hogy oda ne szálljanak be, ahol ott van a stúdió, ne legyen káosz, zsinórok, minden, de egyébként a többi ajtó nyitva lesz, minden megállónál megállunk, és lehet velünk jönni ugyanúgy. Tehát egy hivatalos szerelvény lesz aznap reggel, amin mi vendégeskedünk tulajdonképpen. Nem vendégeskedünk, hát utazó közönség lesz. Hát lesz érvényes jegyünk, hát bérletünk, jogunk van hozzá. Mondjuk benned bízom az érvényes jegynél, igen, benned nagyon bízom, hogy hármat kérsz a pénztárnál. Tehát azért nagyon, nagyon szeretném, mert nincs nagyon sem érletem. Viszem a 10-es gyűjtőmet. Megvan, már betárasztam. Rengeteg ajándékunk lesz, telefonokat lehet majd nyerni, úgyhogy sok mindennel készülünk. Mi újság, Csabi? Kérlek szépen. Minden oké? Okay. Minden a legnagyobb rendben. Ez a nátha, ez nem akar múlni. Adj nekem tanácsot, hogy hívjam fel a Gábort. Hogy... Uh-huh. Hát Gábor, neked olyan kis koktélokat állít össze, hogy simán elmúlik. Ez a tormás múst, ez nagyon jó. Meg hát, hogy az immunrendszert mivel tudod felturbozni. Tehát teljesen jól vagyok, tehát semmi bajom nincs. Egyedül ez a kis nazális, amit hallotok. Ez így megvan két hete. Próbálkoztam már mindennel, de nem jön ki. Pálinka. Azzal próbálkoztam főleg. Azért néztem rád. Akkor nem elég. Nem elég? Nem eléget ittál. Jó, akkor. Még jó, hogy hoztam egy üveggel most így az adásra. Helyes. Gyorsan csak egy info, mielőtt beszélsz a zenékről, hogy az M1-esen van egy hatalmas baleset a környei kiárat után Mosó-Magyaróvár felé. Ezt többen írjátok. Ráadásul lehet, hogy le is zárják majd az M1-est ezen irányba, mert hogy felborult egy kamion. Úgyhogy a környei kiárat
előtt próbáljatok lemenekülni az egyesül és kikerülni, mert hatalmas dugó várható. Remek zenét, Csabi! Szilt hozom nektek, tudom, hogy őt szeretitek. Igen. Van egy kis csavar, mert ugye neki már 9 lemeze megjelent, de most a 9-nek az a cím, hogy 7-7. Mert ugye a sorlemezek közül viszont csak a 7-dik, ugye volt 2 ilyen szó dalok feldolgozása, tehát a sorlemezei közül most a 7-et készül megjelentetni, és ezen van a Do You Ever című sláger, amit múlt héten itt a Klassz Kívánság műsorban volt a világpremiérrel együtt a bemutatója, és most megmutatom nektek is, mert biztos lemaradtatok róla, hallgassátok, tök jó. Köszönjük hát szépen. Milyen lehet? Jó. Így van, beszéltünk egy madaras videóról korán reggel, kérdezi még egy hallgató, tesszük azt is a Facebookra. Jó, úgyhogy megtaláljátok, ott lesz szegény, szegény kis sas, sólyom, bármi is volt, már átrepült az örök vadászmezőkre egy rosszul sikerült reptetés miatt, igen. Csabi jön a Kívánság műsorral, 555-55-00, a telefonszámi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.